Na kis kezit csókolom, sziasztok fiúk, lányok, papló vagyok, és RP-zünk. Micsoda? Jövök majd placra, azt hiszem. Te itt hozzá. Nézd a szemembe, és leszel a kesztyűbábom. Na nyomjuk. Jaj, OBS-be. Ezt mindig elfelejtem. Én indítok, ez csak deszkán közlekedek, gyerekeim. Az ilyen merre vagy? Most indultam el. Ez mindennél jobb. Vajon, hogy vannak az Angeloék a múltkori után? Ó! Oh! Én fasz, aki csetet olvas deszkázás közben! Au! Miért néztem a telefonommal? Hiba volt. Na várj, el kell rakni a deszkát és újra lerakni. Hogyha segít. Ah, segítem. Szia, Ergiz. Papi, deszka vagy telefon? Látod? Életveszélyes vagyok. Az az igazság. Életveszélyes vagyok. Vállalom. Ez a középső nevem. Vágó, életveszélyes, Leonardo, Leandro. DiCaprio. Pont itt zúztak el az ördög. Biztos menekülzle Dáni a Blatzhoz. Azért gondolnám, hogy erre mennek. Nem kajáért mennek. Szia, a gördes kiadó. Nem. Jóva. Gördeszka kiadó? Tegnap már megvolt. Mit válasz? Az életveszélyt vagy az oszlopot? Na várjál, bazd meg. Én eltévedtem a deszkán? Rádió. Nagy távok megtételére úgy érzem, hogy a gördeszka nem a leggyorsabb. Fejezzétek ott fent, kurvára mind a kettő, lejjön. Várjál, szerintem erre kell menni. Bolort is lejöztök, jó? Hú, okay. Milyen feszkó van. Papucs már nagyon agresszívban van. Nyuszi azt mondta, hogy alig várja, hogy pucsítsak, szóval nem bizakodom. ...99% hogy eltévedtél? Szerintem 99 plusz 1. Igen, nézek egy. Aha, igen, itt erre át kell mennem majd a hídon balra. Jó, ki nincsen, az tép platszom. Én, de már nem vagyok messze. Kényesek közül 4-en, majd kórházazunk, aztán megyünk oda. Majdnem. Egy próbát megint. Akkor álljunk ott, bazd meg, és nézzük egymást. Fú, de izi, agresszív valaki. Nem muszáj, nem szüntem kell. Hogy nyugodtan legyen éteket. Vagyok rá, Geci, odaáll, és nézlek titeket. Az ilyen stílusban nem szoktak beszélni irányítókkal, nem? Ez erős. YouTube-on nem indult el, az hogy lehet?
Már rég el kellett volna indulnia. Digó? Egy pillanat. Jó, majd placon találkozunk. De megy, jó van, átbaszott a csávó. Nem van valami probléma, mert a út közepén áll. Azt mondta, hogy pillanat, én most fogok érkezni. Bár nincsen gond, jövök, csak rossz híreket kaptam. Vashiányos vagyok. De, azt hiszem, a nőt hagyott el. Jövök, Laci. Nincsen még. Vagyis a jövendőbelit. Átbasztak, látjátok? Átbasztak! Sziasztan, olyan! Papi, azt lehet, meg lehetem oldani, hogy működjön a GPS. Hát működik, csak nem rajzolja, hogy mi ez, vonalba merre van. Mert nem járművön vagy rajta gyakorlatilag. De azért nem jó ez így. Meg kell tanulni az utakat, tudjátok. Csudapest utcája. Érkezem plac. Az igen. Az igen. Az a deszkás fiú. Csumi. Csádigó. Hájó. Akkor ezt becsukom. Miért akarod átni, hogy pucsitok, Nyuszi? Mert miért ne? Ja, jó van, azt hittem, baj van. Ja, nem, hát, nincs. De figyelj, hogyha nincs baj, csinálunk, tehát, hogy igazából nem megoldható. Szalom, jó agresszív valaki a rádión. Tessék itt a körköze. Yeah. Na, papucs, a faszt kell csinálni? Alapgír. A dolgok, amik látok szoktak lenni, nem tudom, általában nem mindenkinél van, amelyik kéne. Ja, nálam szokott lenni egy baseball ütő. Na, nem, a bicska van. Értek a másik. Ezt úgyis tudjátok, remélem, hogy fegyver, meg egy alap dolgokat szeretnék elmondani még ennek. Ezért nem tudja mindenki. Nem tudom, mondjátok, hogyha tudjátok, akkor, ja. Hát és Tucker 5-5 mind a kettő drogból. Úgy volt megbeszélve, jól emlékszem. Meg Frontin, ja. Jajok. Frontin, Coxy, meg Hasi. Úgyhogy nem mindig szokott sikerülni az embereknek, és ez nagyon felkúr. Felháborító. Miközben leverülünk, azok a szülőjön, hogy adj már egy kis lőszert, érted meg ez. A baj, jól emlékszem, ez 60, nem? Hogyha aktív, akkor meg 120. Akkor rosszul emlékeztem. 100, nem. Tök nagyon tetőket akartam átbeszélni leginkább amúgy. Hogy ki hova pozíciók meg ilyenek. Egyre kiszállnak a trapból. Nem ott állnak meg, jó? Ilyenből van roller is? Láttam már valami roller-szerűt, igen. Jó, majd meg szeretnék kérni azt, hogy ne segíts a srácoknak, jó? Ennyit akarok. De annyi lesz a feladatuk a srácoknak, hogy menjenek fel tetőkre és pozizzatok. Ennyi lesz a lényeg, és úgyhogy jó, ne csinálj, ne mondjál neki semmit az, hogy hova kellene, jó? Oksa. Menj úgy, hogy felmehettek. Elmehettek szarni. Szarjál egyet. Köszönöm. Szia, Mani! Nami! Sziasztok! Sziasztok! Majdnem összejött. Pont valami kurta a torkomat, és nem úgy, ahogy szeretjük. Na nézzük. Ez is kiveszem a cuccot, még miatt nyakon szúrnak. Öt ilyen... Nem álltak, ugye papucs? Szerintek mindenki. Szerintek rádió, hogy ki hova megy, meg minden. Csak tiéd megyek értetek. Akartatok ilyenek. És egy beretta. Meg patkány. Miért a csöröpe? Ilyen látok fegyverkézen nyugodtan, hogy lássatok meg minden. Teréptetővel szemben. Ez az Jesus. Ne leskelődj, hogy kakilag!
halad, papucs? A víz felülsöm. Ja, ez jó volt. Menj feltet! Szólj! Lehet ez a legesszűbb, hogy helivel szétnéz, hogy ki hol van. Nem, más lesz csak. Egyelőre pozizatok, figyelj, úgy csináljátok a pozizást, hogy ne infóra, ne csak infót szedjetek ki, ahol vagytok, hanem hogyha kell lövöldözni, akkor lőjetek. Ha nem kell lőni, csak ha tudtok lőni, akkor lőjetek ért. Azaz. Most lefedezzék be. Faszó! Ez fáj. Ő is tetőn. Remélem időre megy. Nem, hát... Még van már egy másfél percetek. Azt mondta Tapos, hogy nem kell lőni, de ha tudtok lőni, akkor lőjetek. Mi? Akkor olyan pozíciót választhatok, rá tudtok bújni, és hogyha tudnátok lőni, akkor lőjetek. Érted? Okay, ki tudtok lőni normálisan, és van fedezéketek. Oké. Okay. Na jó. Kérdezz meg, kérdezz rádión. Mit? Csáncok, rádió azért van az, hogy beszéltek össze, ha nem tudtok valamit, akkor kérdezzetek egymást. Szerintetően van valaki? Fehér tető, pipa. Elére szálló pipa két emberre. Röpes egy. A penthouse tiszta, vagy ez enyém? Nem tudok felmenni a tetőt. Polkány kettő egy hátsó részén át jelöl. Sarok tetőn is vagyunk. Sarok házban. Azt a házat, amit itt építik a placotokon, az melletti kis tetőn vagyok, nem tolnak ilyen övet. Na, közben addig elmondom, miközben itt beszélgettek. Én meg Joe, amit fogunk csinálni, megpróbálunk beszneakizni a placra. Már helin is vannak. Bárhogy, azért kell a fegyver, hogyha nagyjából ránk láttok, akkor lőjetek mellénk. Csumi. Hanem mellénk. Oké. Ennyi a lényeg, jó? Nem mozdulhatunk a pozinkra? De hát mozoghattok, csak ne izéről oda-vissza, meg izé... Köztök a tetőről, meg ilyenek. Jó. Vegyétek fel egy fix pozit azért, hogy ja. Szóval rátok, látunk, lőjünk. A mellénk. Ugye fehér tetős ízés lesz ott, de érted. Meré? Gondolod, hogy ellátszik. Plusz 18, miről van szó? Hát tudsz addig lőni, bocsánat, várgod. Azok ott ti vagytok? Mert én rátok lövök ti? Nem, még nem csinálunk semmit, éppen csak várgod. Öltözöd a kent. Egy problémám lesz, nincs nálam lőfegyver, csak és. Én is ezt mondom. Na, ezért most van az... Már mindegy, most ezért van az alaptut. Pont ezt beszéltük az én, hogy az alap gear, ami vagy alap dolgok, amit nálatok kéne lenni, az mindig egy fegyver. Ha bármi van, akkor egyből olyan, akkor mindig az élővöldözés. Tesztből lövek egyet, ha nem gond. Ilyen nyugodt. Szóval, jó, értitek kap, a lényeg? Várj, másik kérdés. Fehér tetőn hanyan vagy? Ja, jó, okcsán, nekem mindegy. Jó. Jó étvágyat, Nyuszi. Többször fogjuk csinálni, két oldalról fogunk menni, először egyik, utána meg majd várunk egy kicsit, és elfutunk másik. Én reggel óta sokat nevettem, mert kerestem a legjobb klippeket, kettőt találtam, de besírtam nagyon. Igen? Na, melyikek voltak? Semmi. Nem látok a tengerparti része. Körben hol? Helyeszálló vagyok. Kentető hátsó, tiszta. Rálátok a bejáratra, eddig nem jöttek. Cserepes oldal tiszta. Leszálló mögött tiszta. Látsz ember? Látok semmit, azt mondtam, hogy tiszta. Gyanúsan, gyorsan menő feliratos kamiont láttam én a... Kocsival vannak. ...őstatorna felé. Csatorna felől valaki lát valamit? Negatív. Tiszta megtűnik. Nézzünk, hogy jönnek-e. Kis gyakorlatozás. Mondom, meg próbál velem harcolni. Ne harcolj velem. Ha látunk valakit, akkor mellé lő. És akkor az kiesett? Ha.
Szia, bocikám! Ó, ez a gyakorlat, vagy édes action? Gyakorlat? Papucsék akarnak betörni hozzánk. Élesen nem biztos, hogy felmernek jönni ide. Jönnek helikopterre, az megbasznak. Cseréptető felől tiszta? Előre igen. Ültek ketten, de szerintem NPC-k. Valaki meg lejött a tetőre? Valamelyikünk lejött a tetőre? Itt ébredt csak meg. Hol lát? Ne, gyakorlaton. Most sem. Elindultatok, paput? Aha. Éppen sneakizünk. Lehet, hogy csak nem lőttünk rá valakire amúgy. Lehetünk mellett, hogy keresünk egy másik pot. Foglalt! Hello, és az irádióm. És az így gyakorlatban. Szia. Merre és mi? A szépplacán, körbe. Elég nagy területen. Próbálj meg bejutni. Le kell lőni a papucsot? Hát mellé kell lőni a papucs mellé. Ha látsz valakit, akkor okay. Mellé lőjél egyet hangtompítóval. Mellé. Ja, hát a hangtompító rész kell. Nekem lemaradt. Nem. Vagy nem mondtam, várja, hogy hozzuk, nem kell, azt mondtam. Alapjára azt mondta, nem nagyon mondanám hangtompító. Lehet, hogy neked úgy kéne, hogy te a másik oldalán vagy, hogy te lássad, hogy ott a... kerítésnél ugrana. Vagy megyek én oda, te meg maradj itt. Ne, maradj itt vagyok. Lehet nem fog tudni biztos ellőni, hanem csak a föl, nem a mellé fogunk lőni, hanem lehet, hogy a előtte lévő dolgot. Okay. Egy adott falat fogunk meglőni akkor, ja. Ezt tudja az, hogy kiesett, jó? Jó. Jelezzen csak annyit, hogy kiesett vagy? Nem, hát igen, az... Ne jelezzen, ne. Okay. Hogy honnan jöttök. Hogyha valaki esik, akkor sem fog berádiózni, hogy sziasztok, én meghaltam. Oké, okay, jó. Essen össze, aztán max mi leinfózok, hogy hopp itt testek. Igen, így pontosan. Most akkor nekem az a feladat, hogy be kell jutni. Hát ezt igen. Kicsinálj Jokerről. Okay. De ahogy figyelj már, Sözi. Figyelek. Mondom, te is jobbjad valahogy. Máshogy erre megy el ez a nagy izé, nagy szürke platós, figyeljetekre. És lakos. Azt mondom, hogy van. Na, az már jobb hely, ahol jön. A sárga hajó megáll. Nyugi, hajóval nem vagy. Arra az nem az volt rá. Rálövünk, aztán vágoszlos hajóba, az meg. Nem, ez önrugában van, mintha. Jó, papucs, annyit tisztázunk le akkor, hogy két lábon vagytok, ugye? Igen. Most nem hallottam, mit mondtál, mert ezért jelengedted a rádiót. Nekem most sajnos ki kell hagynom, mert már itt vagyok nyuszinál, és sajnos olyan érzékeny a mikrofonon, hogy keresztbe alatszanánk. Minden, hogy nem akarom rontani az RP-teket háttér zajjá. Engem szerintem nem zavarna. Sokan RP-znek, úgyhogy egymás mellől a boci. Mint ha valaki elfeküdt volna a tetőn belül, lehet csak figyelni. Meg az főképp csak akkor hallatszik, hogyha egyszerre beszéltek szerintem. Én is. Rendjere a pulatra, hogyha gondolod. Feljegy meg, ha lőnek rád. Papucs, léci, ismételd meg, megint amit... Miért nem gyakorlat is, te jól nyomjuk? Hát az jó kérdés. Nem hallotta. Hallass ezért, ne figyelj! Parti publikba, ragd le a kocsit, aztán meg a házak közül, vagy bárhonnan, próbálj meg befele menni az asztékplacra bárhonnan, legyen át fegyver,
ha meglátsz valakit, akkor lőj mellé. Hogyha rád lőnek, hogyha mellé lőnek és meglátnak téged, akkor picivel hátrébb mész, és elbújsz, vársz egy kicsit, és próbálj meg egy másik poziból menni. Ennyi az egész. Jó, oké, oké. Valakizért, ennyi. Micsoda? Figyelj már! Valaki bringába basztatja? Ezt hogy a faszomba hívják ezt a tetőt, ami vagyok? Engedd el őslapot. Akkor jól emlékeztem. Okay. Nem voltam benne biztos. Tökéletes. Jó, Slade előrébb mozog a patkánytetőn. Engem patkánytető, ja. V8-es raptor ment. Ne, az nem V8-es, az Spordep 150 volt és zöld színű volt a neonja. Értelem megijedtet. Felteszem, Fred is volt, de nem biztos. Nem tudhatjuk, hogy nem kérnek kölcsön autót, hogy megzavarjanak minket. Ebben például én borzasztó rossz vagyok, nem tudom a kocsi márkákat. Hát, azt mindig tudod tanulgatni, meg a többiektől kérdezget. Ma Deborával, Randi, meglátjuk majd, srácok. Ahogy esik, úgy puffan. Én sem tudom mindegy. Nincsenek nálam szervezett RP-k, nem szeretem. Nem azt adja, nem azt az élményt adja, amit igazából az RP-at, hogyha. Ha most vagy én vagyok vakon, RP-k vannak. Vagy nagyon csendes hullaszagban. Nem Palátóból sznékiznek. Továbbá visszamentek Palátóba gyorsba az, hogy így rálátok valakire. Elmentek még a izébe, a mehába átfestetni az autót, meg ilyenek. Aha, így igaz, hogy megvan, megvagytok az összesen, csak lekeszedjünk. Hajrá! De egy lövés volt, egy lövés. Tengerpart felak. Esett valaki már előtt valaki? Lehet, hogy csak elterelés, figyeljétek. Maradjatok szemmel, azért ne csak a tengerparton. Simán lehet elterelés. Mert tudnám, hogy miért pofázok, nem vagyok én irányító, csak egy csicska vagyok. Ezt most ilyen nem? De jó, ne szarolj. Négyen vannak egy tetőn, jön nem hárman. Hallok. Pupufás, csak nagy jövőt látok én még előtted. Okay. Azaz, akár takarító is lehetek az osztekázba. Látsz valamit? Mit? Plac hátsó fóz? Része kettő. Futottak is. Plac hátsó részén kettő ember. A másik meg Nuszi oldalán van. Fejérthetően. De miért nem infózik, hogyha látja? Lövés volt, meg van mindenki még? Igen. Ha látjátok őket azért még miatt lőttök, infózzatok. Alattam valaki nagyon motoszkál. A sarokházas, ne figyeljen Fehérház felé. Ott futott egy Fehérház mellett. Nagyon néznek ki itt a bejárat felé. Tehát kustetőn nincsen senki, aki rálát esetleg a Fehérház feljárat erre? Nem, de a patkánytetőről rálátok a tetkósházra. Esett a Fehérházas. Esett? Leüttem mellé kettőt is, remélem észlelte. Rók a gatya. Már rég lőttem. Most lőtt mellé kettőt. Jaj, várj, aktok kitó van, azért nem hallotta, ne haragudj, várjatok. Akkor nem hallottam, ja. Barna tetőn esett valaki, aki velem volt. Nyugi, fehér kabé esett. Oké. Elmegyek másfele. Jó, nem foglalkozom. Itt van alattam, most jött be Ákura. Baszd meg, képzeld, hogy beléd lőttem. Au. Baszd meg, elraktam, nem elővettem. Dikó, meg van a garázs, dupla garázs. Tereztem, amikor beléd lőttem, várjál, várj fölöm még egy. Baszd meg. Elbasztam. Tudjátok, hogy itt vagyok, nem baj, próbáljátok meg mellémre. Felesztéged már háromszor előtt. Én hülye, elraktam a fegyveremet.
az meg az egyős lakos. Egyébként leinfóztam és nem jöttek rá. Nem, nem azért kell lőni. Mert hogy bejött, itt van a izénél. A barna tetőnél. Vannak egy belül. Igen, mert még két info. Tudjuk, nem infóznak onnan emberünk, hogy hol vannak. Nem infóznak. Hát úgy kezdtem még, mert rá akartam lőni, hogy barna tetőn esett az izén. Most jön be alattam. Látod, Boci, nagy jövőt látsz előttem. Én is leestem. Persze, persze, csak mellém lőttél, azt most el vagyok esve, meghaltam, jaj. Fájsz. Magad rész tiszta? Ne, rád akartam lőni, azt elraktam a fegyvert ahelyett, hogy elővettem volna. Most mellém lőttem kettőt, miközben elugrottál. Mert akkor elfutok, várjál, én elfutok kinek. Szia, fiam. Csá. Varázs mellett volt, zárat a varázs mellett volt. Futok egy kört, várjál. Nem hallatszottam a rádión, komolyan? Oh. Pedig infóztam. A kurva élet. Tovább akkor egy még valami. Nincs meg, ugye? Hát én futok, énkor én futok egy kört, ezt bepróbálok másolan is menni. Okay. Igen. Több felé kell figyeljetek most. Egy info. A tengerparton láttam futást, itt ez a... Az papucs volt, papucs volt. Aki tőlünk esett ilyenkor, az most visszaéled? Ők nem, ők halt. Mivel csak ketten voltunk, így elég lesz. Rócsalok, srácok! Ez mi ez a hang? Lövés utca felett. Repes felett a drón. Ez drón? Már itt lőttem. Tudom. Jaj! Au! Szép volt. Lőtt a lábam. Le tudtad volna lőni. De elbasztam, úgy, mint ő. Hát is mindjárt előjég. Nem én voltam. Most ezért nem kell. Oh. Helyen lefele? Kicsit jó. Visszamegyek a tengerparti publikba indítni. A cserepes és a sarki fehér ház közébe sétált. Kerestem egy tetőről. Milyen erős hangja van a izének? Dikó, meg vagy amúgy? Persze. Csak lerőttem. Ja, jó. Jó. Én meg ezt milyen, akkor nem le kell feküdni? Azt mondták. Már figyelhető hát, vagy. Hát én szomjandöglök. Hát jó vagyok. Akkor már váltunk ennyi. Hát jó vagyok. Plusz most minek feküdjek ott? Gazdasági bejáratnál van valaki kívül. Nem tudom. Meg vagy? Mire gondolt? Várj, valaki leesett ott. Darren, te meg vagy még? Nem, ő meghalt. Azok nem hallatszottam a rádióba, vagy mi volt egyébként? Mondtam, hogy barna tetőnél esett, aki velem van, most jön be alattam. Így járok köztetek. Ezt nem jött ide. Berádiót leszettem. Ja, hallatszott? Ja, hallatszott? Jó, nem leszettem. Kicsit leszettem a ház között, a garázs és sajtok között. Potfánytöknek között a brádiót. Oké, hát majdnem a lábad bontsattam. Ez meg én meg ugrottam rá, hogy nem most lelövöm, és tudod mit csináltam? Eltettem a fegyveremet, és leestem a tetőről. Én meg leestem a tetőről. Ugyanez, csak közben elraktam a fegyvert. Mondom, na most, bing-bam, ezt elfelejtettem, hogy elő van véve a fegyverem, azt elraktam. Papus, te most segítesz, vagy egy időpólom lett volna? Hát neked papus, most megint meghalt. Most megint meghaltam, mert nem tudtam elmenni jó mellett sehol. Jó lesz ez? Visszafele megyek. Nem látom. Ma még lesz két ember felvételi képmelőtök. Ma megint kettő? Mellé tettem kettőt, hálatott a kocsinál. Látok, nagyon rossz. Most leszünk fel kettőt. Jó, majd intézkedünk valami. Megint mellé lövöm. Nyugi van! Meg van le? De kérdezem, hogy szednek. Tatkó felől most jön nyuszi mögötted valaki. Kérhetek egy inni valót? Persze. Ennit is kérsz. Csak inni. Mennyire vagy tudsz? Sörhöz odafért? Persze. Köszönöm szépen. Lehet talált. Elfutok. Bocsi, elkapott. Ott semmi, az kurva jó spot, nem tudom hol vagy, de nagyon jó. Papucs, egyszer, még egyszer találkozunk valahol, van egy jó terv.
Jó, nekem éppen én is, például. Keci, a bal karom. Nem mozgok az építkezéstől hátra. Nekem lehet, hogy eltölt a bal kezem, úgy érzem. Nagyon fáj. Igen? Mindjárt beviszünk kórházba, csak legyen vége. Te megtaláltad. Persze. Igen, ott nem. Ott. Csak nem cilánkos. Hibéz, ott nem, jó? Mert ott haltam meg az előtt. Megoldjuk. Intézem, Pion. Mm-hmm. Jó. Azt mondjuk ezzel nem mehetnénk valami bankot is, hát ha... Beugrottak hátulról a középre. Sima. Ben vagyok. Mehetnénk, mi is terveztük volna. Balon nemzeti. Én arra gondoltam, hogy kirakok egy hajót, aztán jöhettek. Hát a... hajomba, aztán elmehenek ülünk. Pár embert, aki nemzetiznek én, most kúrosokon vagyunk mind a két kicsajból. Ja, akkor kimegyek. Minket kell levadászni, ez kész igazából. Nem még viccér. Jó kakirást. De lennél a Kali. Köszi. Vagy a para. Én fotok Zsozsónak, figyelj, Zsozsó, Sertően vannak, csak ennyit mondok. Én fotok. Akkor Sertően vannak, visz. Bam-bam-bam-bam-bam-bam! Addig felcsítek egyet akkor. Kimentem, tőletek. Sok se tudod? Létre a tető sarki alatt valaki futott. Nyuszi, meg vagy még? Hát sok keresztül az építkezésen keresztül jövő szokatőre. Köszönöm, választól, figyeljetek előre. Szia, Joycey! Szia! Mi a helyzet? Mi van rajtad? Ruha. Ruha. Milyen szép fekete? Fekete-fehér. Szirénát hallottam. Milyen izé? Zebra mintás. Hát hasonló. Igen, na, az elejtendő vad. Nem rossz ötlet. Majd csak rám ne lőjél. Nem, nem. Soha. Maximum vízébe, pakpatronba. És mi a helyzet? Mi jót csinálsz? Saroktető alatt van neked. Én kérlek szépen a rendőrségre várakozom. Igen, na, elkapták Angelot? Ő most éppen ügyvédként jeleskedik bent. Igen, ügyvéd lett az Angelo. Igen, hát nem is ügyvéd, hogy is hívják, jogi tanácsadó, inkább így fogalmazni. Nem, engem lát, hadd már majd meg a számáltat, akkor hogyha engem elkapnak, akkor tudom őt hívni. Srácok? Mennyi a nem tudod a számolat, hát a szörny. Fingom sincs. Hát lényegre törő vagyok, a tiédet kértem el. Hát a lényeg akkor már megvan, igen. Hát így, a jobbik felét a félnek, a izének, Yin-Yangnak. Csak a Yin, semmi Yang. Mi vagyunk? És jobban van már egyébként a múltkori után, nagyon. Ja, persze, jobban nem engedtük azóta inni. Jó, van, vigyázni kell rá egyébként. De nem gondoltam, hogy ennyire tét fogja csapni magát az elején egész. Nézd, elvonó volt otthon régebben, úgyhogy hát igen, vigyázni kell rá. Ez biztos. Jó, amíg, jó legyen, csak felhívtak, halljam egy kicsit a hangot, innen, amit lőttetek az előbb az elmet. De miért tűnsz úgy, mint a kis sutyorog? Itt vannak sarokkötő mellett. Lehet, hogy lövöldöznek körül. Nem igaz. Ja. De való, jó, hogy hittál akkor, ami hol vigyázz meg arra. Szia, szia. De Joker pályára lőttem. Szia, szia. Hát nem, hogy egyedül voltam. És ott azért lehet, hogy lövöldöznek körülöttem. Engedélyt kérek, elmenni inni. Itt élet halál. Halál van itt, Pali. Az papucs, szép a kilátás rád. Nincs fegyverem az a szerencsét. Kurvára nem látlak. Ha nincs fegyver, akkor menjünk értetek. Kicsi nem találva meg a gyerek. Ne szeljünk meg a szifilisz kerülgetni nagy domás, így így. Általában, amikor járkálok, és így van. Somi? Ha gymben vagyok, akkor meg nem szeretem ugye fegyverbe. Mi van? Ha ingben vagy, nem szereted a fegyverbe nálad? Megyek, izé, fejjel, hogy magasból lássam. Ha a másik munkámat végzem, akkor nem szeretem a fegyverbe nálad. De testén. Meg a többiek, akik olyan helyen dolgoznak, azért. Jó, nálam mindig van a gymben fegyver. Jó. Minek dolgozni, ki lehet pakolni egy bankot? És itt lelőttem! Ne lőjtél! Lehet mindig kipakolni egy bankot. Dehogy nem, kettőt is ki lehet akkor, meg ATM-eket lopni meg. Csak a pénz. Csak elmegy bogyókat rakni. Meg a kurvák. Meg a kurvák, kokain, pezsgő. Ott belé? Valaki nagyon drónozik. Jaj, cseh! Szia, Nyuszi! Ez itt az esettek tábora? Pontosan, igen. Ez itt a Lost Boys. Aki cseréthetőn volt,
Ki volt az? Ki lőtt az előbb? Nem, a cseréptetőről, nem. Akkor ki van előbb? Ki lőtt a cseréptetőről az előbb? Cseréptetőn egyedül vagyok, Poli. A saroktetőről nem a saroktetőről. Gondoltam, elpotyogtatok már pár bogyót. Igen, hát, csak mondtam, hogy ketten vannak a tetén, hogy el kell kapni, mert nincs fegyverük. Azt nem azt kell keresni kívülni. Tisztán drónna. Azt ámin vagy, az még cseréptetőhöz tartozik. Kíváncsi vagyok, mikor fognak kijönni a rendőr. Én már csodálkozom, hogy nem jöttek még ki. Miért jönnének? Ez normál. Nyuszi, te mit szólsz, hogy nemzet? Jaja. Nem megyek, megfigyelek nektek bármit, bármit. De, én is arra gondoltam, kinyomnám izével, gördeszkával, adnám a külső infót. Sima, amúgy, meg az tök jó, mert akkor legalább egy kicsit gyorsabban tudsz mozogni, és belátod az egészet, viszont relatíve hangtalan vagy, szóval az teljesen jó. Maximum nem tudom, hogyha van valami fekete ruhád, akkor az lehet, hogy sokat segít. Aha, fehér is van. Teljesen jó, bármelyik jó. Csak meg kék, mert arra tudod, ilyenkor illan a szemük, hogyha azt mondják, hogy azt tűk, aki fő bankoznak. Sőt, adhatok izét, Gorilla Gym-est is. Tökéletes. Amúgy csak gondolod, Nyuszi, én meg arra gondoltam, hogy vissza kell... Joker tud itt csinálni. Csak el kell mennem a kórházba, mert szerintem szirángosra tört a karom, mert leestem a tetőről. Mennyire gyugod. Elém baszod. Akkor viszont, hogy nem ez esélyed, akkor én látok esélyt amúgy a nemzetére, maximum kitűzik a falra, ezt is egy újabb sikertelen napszak. Érjük ki előre, majd kitöröljük. Nem. Akkor menjünk el kórházba gyorsan. Akkor elviszem digit. Néd, rádiót! Rádió. Kösz már. Vaj, de fáj a bal kezem. Istenem, ott van. Csak kiviszünk a placról egy járművet. Szóval. Csino? Nekem tök mindegy. Plac elejétől a tengerpartról láttam futást befele. De hogy is, nem igaz. Kinyitok. Hol vagy, papucs már? Kösz már. Megyünk ki platról. Vannak. Du. Na cool. Mit csináltál? Leestem a tetőről. Amúgy már mellé volna, ha lenne mi. Ja. Á, bazd meg. Ja. A pucsot már én is lelőttem. Azt hittem az új kertőgördeszkel üzletet volt. Nem, abban profi vagyok, azzal sose esek el. Aha. Sics, hogy... Nem az a lényeg, hogy ne lássál minket? De... Nem hallom a lövét. Na mi? Mi újság veled? Minden fasza egyébként. Majdnem minden nap vagyok, most volt a hétvég, kedvezel, nem csütörtök. Na mi? Most mindig vagy? Van már? Ne rendben van. Há, most van egy csajzik, képes már voltam, mert megfogtam a csöcsét. Na, király. Ja. Akinek az úrba csaptad a szelet? Ah, egyébként igen, jó. Ja. Ez a bosszik. Ja, az jó csaj. Igaz, hogy nagy picsájom, mi a tapasztalt. Na, az a lényeg. Tapaszt egyébként is szeretem. Rádiót. Rádió. Kösz már. Köszön. Ki le van ma a drón faszomba? Megjelé van a drón. Ne lőd ki a drón. Drága kenyém. Szép napot! Intézem a szerelését. Szép napot! Na jó, amíg várakozol, én elpattintok egy cigit. Nyomod. Lehet kihinni, Leo egy kemény digó. Az bizony. Szerintem a kéz Leónak. De rem meg vagy. Dörött annyira szép. Hát én is ezt mondom. Micsoda, mit tetszett mondani? Nem figyeltem. Szép napot! Szép napot! Na, mivel segítetek itt az uraknak? Az úr volt erőbbi, leestem egy tetőről és eltörtem szerintem a karom. Én meg baleset esztem. Jó, hát én is most ilyen lassacskán fogok menni, úgyhogy én akkor az első úr. Jó, rendben. Mi a baj? Metán baj van. Na, a kisasszonya is van valami baj, remélem, akkor van több mentős. Ő is megsérült, szegény. Okay. Hát ez ilyen. Amúgy miért beszél a Leo ilyen suttogva az utolsó pár napban? Szebegesz. Hát nem tudom, most ilyen napom van. Csumi. Hello. Szép napod.
Á, nem annyira, leestem egy tetőre, és ráestem a kezemre, és nagyon-nagyon fáj, doktor. Van lent a kocsi, gyere, kiveszitek a kocsit. Egy pillanat, pontosan. Nem lehet, hogy eltűntem. Hol érez, nem hol érez fájdalom? Szióhú! Összevetünk rá pár... Fáj a fejem egy kicsit, meg a jobb között. Szemrevételezzük utána, mert ha olyan, akkor fel is visszük. Milyen egy kis horzsolásokat látok itt a fején, a kezén. Ajajajajaj, ez gyanús, hogy tört. Ugye? Leestem egy háztetőről a kezembe. Akkor lesz egy műtés? Na, akkor nem tudom, majd kiderül. Eléggé fáj. Be kellett magamat kábító szerezni, hogy ne fájjon annyira, doktor úr. Nézzünk egy röntgent. Kérek, még megyek vissza oda, csak azt megkaptam. Megnézzük, remélem stabil, és terésben akkor csak gipszelni kell. Jaj. Rabbi, neked gatya. És fiás színűek. Én még most megküzdöm csak a helyemre. Kék. Csak megmutattam pocsakernek, hogy most meg. Milyen cienkék vagy türkiz? Hát ilyen égkék. 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 Egy ilyen jegyek. Minden fémtárgyat ide szépen tegyen le a púzra. Ide rakok minden fémtárgyat. Így hosszába támadja le egy szép hullapószeret. Ide beteszem a kezem. Kutyapószt. Na, hullap, hát feküdjön föl. Ja, azt hittem, csak dugjon be a kezem. Nem. Belemozva. Ágyékvédőt fogok már helyezni. Ágyékvédőt? Mi faszom van? Hát igen, hogy... Nem. Hogy besugárzás ellen. Ja, értem. Mit szépen bánítom, mint a sugárzás. Tudom, mert én nagyobb a féniszem. Nem. Az apródokat ritkítja. Azért nem. Ja. Nem, az nem jó. Még akarok gyereket. Főleg most van egy csajsz egyébként. Csak a fogni. Ki volt fent a sarokházban? És már ott van. Az előny. Az előny. Ha már hagyják. Itt a tabletot figyel fel a pofomba. Úgyhogy még nem találkoztunk. Pedig én 3 hónapja vagyok a városban. Szia Gábor, szavaztak. Pisztítem kellett enned? RP-sel letettem minden fénytárgyon. Mondok verset is. Szabad. Egy pillanatban. Nem, kell érzelni. Mondok egy verset. Csak a víz ne fagyjon meg. Jó, meg is van a felvétel. Ez a hölgyeknek fájni fog. A víz ne fagyjon meg, ezt nem sikerült, hogy mindjárt kellemezzük. Zúg a traktor, szánt az eke. Észük, amit írtam SMS. Ott a trágya a póton. Megöntözlek vele. Lágyan. Hát ez nem volt SMS. Mi a felvétel? De, na. Nem vagyok, szabad lecsolni. Jussi rádión vagy? Ja. Yeah. Akkor megyünk egy nemzeti sár. Oké. Még Digó. Lenne egy... Illetve a Digót már kezelik. Kéz, amit össze kéne rakni. Micsoda? Össze kéne rakni a kezem? Jövök már. Hát nem volt, hogy ez az elmúlt 3 napban csak 4 kart. Bemegy 2 könyököt, meg 2 csuklót rakott össze. Nagyon szép. Ez kicsoda? Ez a... még jelenleg mentős, de már nem sokáig. Ki? Fel fog mondani? Megy... Nem, hanem megy majd előléptetéssel. Igen. Ügyes. Kiára mindjárt jön. Ja, és jó bőr. Nagyon is. Na, fasza. Szebb, ami miről maradtam, egy gyakorlatozás volt, és lejártam egy tetőről, és Maxos Kelly-e van a karomnak. Szilánkosra tört. Na, most megyünk, most mi lesz? Te tablet, nézd meg, mert szerintem ez műteni kéne. És annyira ügyes volt az elmond párom, hogy ezt nagyon rád bíznám. Jó, nézem csak 3 darabban, de egyik sem nagyon szilánkos. De három nem darab? Stabil, hát igen, a vál, meg az alkal, meg a felkar. Mert ez alkarnál lássam a... Basszus. Törést így. Azt a bemosakszom, én addig előkészítem az embert. Bemosakszom, igen, csak annyit megkötött a fejemet, mert szintén valami folyik itt a fejemet.
Kész meg, jól van. Gyerek hülyeségük csinálni. Srácok, viszont elindultam aludni. Jó, itt. Jaj, szépen kiveszem minden. Ezt nálam a fúrva minden majd jól, jó? Az alkar, jól van, jelöl, akar, még alkar. Én mindent tudok, de most mit csinálom? Én istenítő. Nem még nemzetizni. Két perc alatt és... A rádióba, vagy csak akartad? Mondtad, akartad szerintem. Akkor srác, majd én nemzetizni, jó? Fasz a asszony! Egyikor lehet, hogy csak Paticának mondtam, de akkor... Unikornisos. Én várom, kocsit akkor. Bírom az unikornisokat. Jó. Parázsokat. Lehet, hogy kellemetlen lesz, de nem mozogja. Így óvatosan beinjektálom a érzéstenítőt. Jó, meg is van. Jó, most a karja teljesen le fog zsibbadni. Így nem is fog egyáltalán érizni. Nem érzem majd egyáltalán. Ez egyébként jó lehet maszturbáláshoz is, nem? De mozzag a tizsadogja tudni. Olyan szinten lefog. Az idegen kéz. Erre az oldalra, hogy itt ez a karja van, balkzónátor. Ne negatívkodjál! Bocsánat. Oldal. Ó, tényleg egy kicsit olyan, mint hogy a pokok mászkálnának rajta. Uh-huh. Hát meg egy idő után, ha a Vev hallucinálja magának, hogy... Mi? Te Brittyre készítette a cuccokat, vagy pakolás? Nem, lezsibasztottam a kezét, a helyi érzéstenítést alkalmaztam. Teljesen a karja lezsibott. Igen. Bekötött a másik kezébe egy... Brannert üt. Jól szépen, akkor itt kivettem a dolgokat. Szépen ennyit, hogy csepegést megkap ki, te csinálsz. Ufibá mondja, hogy itt maradt, és megfog egy horgás menne. Akkor lássam. Ami gyere már, hogy micsoda? És kocsit. Ott a jobb oldalon, és azt mondja, bal. Nem jól látom? De egyébként. Bal kezem, másik. Ez a jobb kezem. Ne tessék ezt szíteni. Ez a jobb keze. Másik oldal. Fájni fog. Ecsém. Tegnap is baj voltam. Akkor jó helyre álltam. Nagyon is jó helyre álltam. Azt mondta, hogy profi mentés, most akarta levágni a jobb kezem, miközben a bal fáj. Nem vágunk le semmit. Nem, meg marad. Ha hiddel, akkor megnéztem, megvizsgáltam volna azért a kezét előtte. Ja, értem, csak a műtét, ez nem. Jó, előkészítem itt a két lemezt, négy csavart. Nagyon jó. Már mindent elkészítettem, csak jó. Jaj. Nagyon fájni fog. Hát mivel, hogy kapott érzéstenítőt, így nem fog érezni. Nem? Akkor jó. Tehát, hogy nem lehet akkor az urat? Azok szerint? Hát nem... Ez attól függ. Nem melkast nyitunk föl, ilyenkor elég a le van zsibbasztva. Aha. Így. Így váltod lefelé. És doktor úr, fogok tudni még zongorázni? Hát tudott előtte, akkor igen, ha nem, akkor nem. Hát nem nagyon tudok, de még megtanulhatok. Hát megtanulhatsz. Akkor jó. Jó. Jó, akkor szépen előveszem itt a fertőtlenítőt. Stilizálom a kezét. Szép kis ilyen... Szegény Feribe is több fény volt már, mint az megír. Fertőtlenítő betanítani, igen. De fertőtlenítem. Nem tudok már beszélni. Kezdjünk akkor bele. Let's do it. Jó, elveszem a szikét. Szépen itt megnyitom a karját. Jó, elveszem minden a septágítót. Annyi, hogy írjál már ki kiírás, mert szerintem vannak bent. Szépen, akkor egy septágítót beleteszek. Jó! Aha! Ez most egy kicsit csikiz. Csikis. Aha. Nem kéne, hogy érezze. Nem. Nem. Igen. Akkor ne csiklandozzon. Akkor lehet, hogy hozzáértem itt az oldalához, az lehetséges. Az lehet.
Napizat, még szingli vagyok egyébként. Jó, akkor elvesztem én azt, jó. Leóban 1 kg lesz, Feribe 5 kg volt. Ivánban meg 30 kg plusz beépített. Igen, na, egyébként, Iván az eléggé. Hát, beton ember van. Gyere nézve. Majd látom. Nem hangzik jól. Itt vagyok. Mi az? Yeah. Csápjaim vannak? De. Rákos vagyok? Nem. Akkor jó. Vagy. Jó vagy, akkor a kisebb darabokat elkezdem kiszedni. Kis pici darabok. Terminátort szeretnél belőle csinálni? Kis darabokat kiszedni? Mi van a karomban? Hát, ez pár szilánk. Szilánkos a bőrkezem? Igen. Oh, köci! Jaj! Fogja tudni használni, nyugodjon meg utána, ha meg mit. Ja. Hát látod, itt vannak benne ilyen nagyon picike darabkák, azokat vitte a távolítom, hogy ne legyen. A Jézus fasza. Mert itt... Ja, jó, van anyukám, ilyenkor. Azért látok jó csontot. Mm. Hát vissza tudok helyezni. Ha-ha-ha! Full metal alchemist lesz robotkarra, igen. Na most bocsánat, egy sint. Szépen innen elveszem. Elveszem innen, szépen becsavarozom a két csont, összecsavarozom a két csonttal. De most hittem, mi történt. Lehetettem a tetőről is eltörtem a kezemben. Szépen, nem. Jó, mondjuk itt nem sok csontpótlót kell ezt meghasználjak. Tehát, hogy még lehet, hogy így csontok, amiket fel tudok használni. Húszak beholdani az embert, az jó lesz. Jó. Csit. True shit. Szépen. Azért te is nézed, hogy jól csinálom-e? Igen, nézem, nagyon jól csinálod. Imádom, fú, de jól csinálod. Sose volt ilyen jó. Sokot kaptál. Jó, mert kérsz egy kis elszívást? Nem, igen. Megnézem, azért. Itt egy picike. Látjátok, csináljuk az orvosoknak az erpét. Elveszem innen az élesítőt, szépen itt elsütöm az eret. Akkor szerencsére itt nem fog vérezni. Jó, közben itt elvesztem a csontpótlót, egy kicsike csontpótlót kiszek belőle. Szépen itt behelyezem a kis darabkába. Szépen így. Szépen itt a csontok itt jólnak, jó helyen, helyesen állnak. Biztos megint szétvették egymást kőpukban. Jó, azért itt nézzél rá, hogy jól lesz így. Nekem más jutott eszembe, de nem mondhatom. Mindent jól megcsinálok. A szuperi. Nem csinálja, remélem. Okay. Iván, amikor rendőr volt, és úgy jött ki a doki, hogy én vagyok a robot zsarú, élő szövet a fémbázon, Aladár és Viktor szakadt a semmi. Igen, mert akkor már belém raktak valami fémlemezt. Nem kellene, nem legyen. Jó, szerencsére nincs. Vérzés nem látok. Lehet, hogy én már nem vagy a... Ez már nem a vágó család, hanem a vas család, ahogy... Mordekaiser mondja, a vas örök! Azaz. Annyi, hogy lehet, hogy le kéne nézni. Srácok, az tudni kéne Raminak, hogy bal kezes vagy. Vagy. Jó, és akkor nem tudod használni. Távítót. A Jancsihoz, és segítsen már. Lemegyek, akkor megnézem, hogy vannak-e lent. Gondolom, jótékonysági péniszverés. Jó, közben meséljen. Hát varrakta szépen itt megoldom. Egy varrat. Kettő varrat. Három. Négy. És itt az ötöd. Jó. Jó, és akkor mi kell bele egy, és akkor nem kell itt nyolc. Öt, jó, akkor akik jönnek. Még kiszerel, perc mennyi? Csak 5 perc. Szépen összekötöm. Így. Illetve leválasztom a tű. Köze hall engem az úr? Nem, miért ne hallanának? Persze. Sosom, erre vagy. Miért? Valamit? Próbálja még mozgatni? Nem igazából. Nem igazából, csak annyit mondtam, hogy kicsit beszéljen hozzám, hogy tudjam, hogy ébren van. Ébren vagyok egyébként, minden rendben van, most már nem csikis, annyira nem érzem, csak ilyen furcsa érzés az egész. Nagyon finom a samponjának az illata, azt érzem, gyümölcsös.
Igen, igen. Fruktíz? Tutti frutti is. Tutti frutti is, az jó egyébként, az tutti frutti is. Radiós, kérlek. Igen. Fagyiba is finom, meg rá, rá ezeket, se vesze, vagy a seffel. Aha. Mi ezek? Rabi, alszik, jót takát. Köszönöm. Köszönöm. A Jancsizás segítsen egy kicsit, hiszen... Mi lett, ma majd fogok egy ilyen, magam, hogy fel kell kötni itt a kezét, és akkor... Fel kell kötnem magam? Annyira rossz a helyzet. Nem, a kezét így, hogy... Ja. Nem, már készen vagyunk, uram, közben. Akkor jó, akkor nem kell felkötni. Hát igazából, hogy egyen nagyobb, akik hogy jönnek, egyen nagyobb. Ne perhelje ugye a kezét, aha, ne lógasson. Nem lógatom, deszkázáshoz nem kell. Ne nagyon deszkázzom most, amikor. Akkor csak egy kicsit. Óvatos leszek. Profi vagyok egyébként, majd nem trükközök. Nem. Nem tudom, mi van itt. Nyarom. A srácok a kórháznál szerintem digót még szállnak ki zserényit. Tessék, nem értettem. Sikeres műtét volt. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Arany, köszönöm. Mert szépen, miénk amúgy. Felsegítem itt az urat. Köszönöm szépen. Ugye szállítva. Szerintem az kinges, Márga. Most hagyja ezzel magát az úr. Akkor várjatok, már kihozom. Vatikán, doktornő. Igazán jó. Annyi, hogy majd itt az érzéstelenítől ki fog hatni belőle. Ha. Felírok a felhőbe. Fájdalomcsillapítót. Fájdalomcsillapítót. Igen. Köszönöm. Teszek be oda, és akkor a mellettünk a patikába. Visszaveszem itt az utcán. Ki tudja váltani. Csak nyugodt. Köszönöm szépen, doktornő. És annyi, hogy ugye most van 28-a. Körülbelül 1-2 hét múlva jöjjön egy vizsgálatra, hogy alakul a csont. Másik rádió, egyen nagyobb. Uh-huh. Illetve legutolsó, egyen nagyobb. Körülbelül 2 hét múlva akkor jöjjön majd varratszedéssel. Jó, körülbelül ilyen 13-ától. Jó van, köszönöm szépen, doktornő. Gondolom TB-je van az úrnak? Persze, megmutassam. Magán. Igen. Ki tudsz látni? Szeretnék látni egy tévét. Szó szerint vettem, mondtam. Én vagyok pincér, vagy? Ó, Leonardo. Igen, igen. Kinél van? Vágó Leonardo. A kis helyes úr. Igen, igen. Nincs. Megcsinálta a kezemet. Jó, nagyon szépen, meg... köszönöm. Egy pár anyai majd ne kezdje el mozgatni rögtön. Igen. Aha. Kicsit pihenni. Jól van. Fájdalom csillapított, ugye akkor fel fogok írni. Fürdéssel óvatosan, igazából ha ráhelyez egy ilyen nejlon zacskószerű. És hogyha esni fog, ne menjek esőbe. Remélem, jó helyre megy. Jó helyre jött. Esernyő. Esernyő. Jó, oké, esernyő. Nem. Jó, vigyázzon azért magát. Köszönöm szépen. Ki kísér? Én lekísérjem. Persze. Nagyon szépen köszönöm. Elmegyek, deszkán szerintem 5 perc alatt el fogok esni. És utána jövök vissza, hogy eltörtem a másik karomat is. De azt mondta, hogy jó képűek vagyunk. Leveszem. Bejövök itt. Hogy átrendem? Van erő a nagyon szép a hajszíne az úrnak. Nagyon szépen köszönöm. Természetes szeszi. Anyukámtól örököltem. Az a jó a természetes. Nekem vörös volt. Igen? Biztos az is jó lehet. Igen. Vörös csajok azok szexik. Mondjuk maga vörös is nagyon is csinos. Vörös is a teteje tőke. Van, nagyon jó hangzik. Szép napod! Cső! Hello! Geci szilánkosra tört a kezem, be vagyok gipszelve. Boy. Jövök egy rádióval, feljebb hallottam, csak közben műtöttek. Digo rádió. Menjünk el. Inkább félpuffasz. Egy Jazz Bangnál lezárás. Jó, legyen van. Legyen nálad. Ide motoros rendőr halad meha irányába. Menjünk félpuffasz, srácok. Külső informátor vagyok, ne pakoljak le. Félpuffele megy egy zöld mini Morris volt. Üres. Üres. Ezen gondolkozom, várja. Ferrari vagy Cyber nálad. Jó. Srácok, Digo a külső irányítóként. Infarmátor bejöhettek.
Ja, azt beszéltük, hogy külső informátorként kint leszek a nyuszival. Én deszkázok fehér ruhába, azt akkor nem vágnak le. Meg amúgy is szerencsétlennek szép van törve akarja. Ja, igen, szilánkosra tört a kezem, eddig műtöttek. Úgy jó lesz egy elsúlyozni. Igen. Megyed, piros. Bob? Bob és belátszott a freki. Akkor elbasztam. Ott van két ember, nem tudom, hogy rendőre mindjárt. Na, balesetezzek, hát a faszom, nem tudok beszélni. Na, ne most balesetezzek. Rendőr volt, azt hiszem. Nem biztos, igen. Jó. Itt akkor rendőrök itt... voltak, hogy rendőrök voltak a Bobnál. Aha. Itt csak úgy elrakjam a izébe, tárolókocsimba a cuccokat. Aha. Jó, jó. Azt utána, hogy ha kidobszott a nemzeti nő, akkor deszkázgatok. Jó, oké. Okay. Hagyjátok. Ültesd be a kocsi. Szóval mehetünk Falcon-ot. Most megkergessük, hogy elvenni, mindig. Csak kocsit kergetünk, jó? Riasztós fele, most indult el egy terepjáró. Rendőrök meg üldöznek valakit, egy minimoriszt megy főpublik fele, zöld minimoriszt. Micsoda? El fogsz költözni? Nem, át fogok öltözni. Jaj, úgy értem, hogy el fogsz költözni. De, de. De én bemegyek. Gatya. Egyedül nem menjünk be. Gabi, rá kéne menni, de rá csajra nem kérdez a számát. Baszki, későn olvastam Matthew. A kurva élet. Most én fúztam neki. Erre a csajra is rá kell menni? Az volt a jó képűek vagyunk. Majd arra fogunk rámenni, miután meghízott a karakter, aki három jó szót mondott a Leónak. Ott a nyúl, hogy riasztó. Konyunk oda. Ez már mikor volt, vagy meg a irányába holott? Akkor átöltözöm. Hát menet közül, csak kocsit üldözzünk, jó? Olyan. Ez egy autó volt, egy terepjáró. Menjünk, nem bajom, sem mindegy. Menjünk el Bobhoz. Na, nem volt senki. Két rendőr volt, aki... És van srácok. Bobnál nem volt senki. Valaki tékerre verte magát tőlünk. Bobba. Menjünk, jött a faszba. Nincs ilyen izé. Három helyet húszoknak. Valahol van ilyen tört kar. Mondjuk Feri is akkor csajozott, amikor meghízott, ugye? Feri is akkor volt a nagy, izé, gigoló, amikor kapott egy kis extra súlyt. Extra súly, extra bizalom, tudod. 100 kiló alatt nincs férfi. Egy részem a rendőrt, hogy elmenjen, tessék. Tudnám, hogy pöcsömtől öltözik eddig nem a csávon. Nem a Bahamert, de nem látok kint autó. Biztos van tört karó járásmód. Hát szerintem meg ruhák között lesz a tört kar. Nekem meg pont autó. Nem lesz, mert hogy pedem van. Nem szeretem a pedet. Ezt alig várom, hogy leváltsuk a pedemet. Utoljára játszok peddel. Zárjatok meg. Mondjuk, hogyha lenne valami jó pet kezelőnk, és nem kellene állandóan írogatni, meg nem lenne magas az öltözés, akkor lehet, hogy nem utálnám, mint a szar, de így utálom. Nem menjetek után. Hagyjatok a faszba, van egy autó buris ott a szemben, nem tudom, hogy ezt ti vittétek el, egy fehér-fekete autó. Azért mondom, hogy van olyan járásmód. Hát nem tudom, hogy van. Három. Hoz kéne két hely. Lövést hallottam. De, rassz, hogy kocsi. Jövök Suprával, hova még. Rassz, hogy gyere. Motorod. Gyertek, meg kell hely. Igen, élőttem, hagyjátok. Nyúl mondta, hogy izéke. Főpubnál van sok ember, oda gyerünk. Na, itt. Én majd valahol repülök egyet, jó? Már szétesett a... Kinyitott, nekem is, gyermek. Fáj a fejem. Holnap már másik digó lesz? Nem, hát ez még idő. Idő, amíg a Robiék meg tudják csinálni, mert még van pár ruha, amit rendbe kell rakni. Addig nincsen. Mit mondtál? Papucs, még mindig a nemzeti a cél? Ja.
Vagy igen? Dehogy nem. Hogyne, okay. Csak a nemzeti. Jó, akkor kidőlök ott. Repülök egyet. Oké. Köszi a boostot! Valaki az elektrikánál. Találzunk ebbe? Haló? Digóval mi is itt jövünk már az égszertelen. Nem tudom. Mi volt az info, Joker? Az elektrikánál kint, ahol a telefont vásárolgatod, ott van egy ember. Ezt meg kell fogni, el kell hozni. Csak arra felszedhetjük. Plázánál vagyunk. Az a baj, nem fér be. Kiszállok és eldeszkázok az izéhez. Nemzetig? Hát itt az elektrikál nem messze. Na baszik, újra kell repülnöm, mert nagyon nem tudok vezetni. Elmegyünk az elektrikálos túszhoz. Beszáll a helyemre, én meg eldeszkázok a nemzetihez. Nem, nem mi? Elmegyek a nemzeti mögött parkolóhoz, és egy gyors újra repülök, amíg odaértek. Színes parkoló mellett megyek. Majd úgy csinálok, mint hogyha túsztattam volna, elfutok, te meg elkapod itt, jó? Nincsen rajtam maszk, ezt azért. Nehogy leinfozza a rendőröknek, hogy veletek vagyok. Oké. Eddig volt elektrikánál. A golfpálya mögött egy a helyet, Benti. Bo. Szerintem ez jó. Hát akkor szerintem ezt már megoldottak. Ja, szerintem is. Ez mi a retkem? Kokain és ezt fel kell hívni. A Rami, hogy etessen meg, mert körött kézzel nem tudsz. Nagyon ráizgultatok a Ramira. Küres meg belet. Sok siker. Köszi, köszi. Hajra. Jó vagy, ember, gyertek ide gyorsan. Letettem Digót nemzetinél. Nincs helyük, Dig. Motor, egy a Suprában. Motor. Nálam van egy a Suprában, megyek a főpup felé. Emészette a koszlét? Igen. Indulhatok fel pozira? Igen. A másod. Ezt kell megnézem, hogy deszkával hol nem vagyok ilyen obvious. Főfug fele megy az Audi szerintem, amit lefogol. Relationship in development. Igen. Így. Érkezünk főfuglik. Érkezem főfug. Sirena izénél, nemzetinél. Bárhol, máshol van hely. Negatív a kocsim felé. Jó, megoldjátok ennyivel, ami van? Egy buszunk van, nálam van három. Nálam egy. Supraba is egy. Jó, belapuha EMV. Ez nem rossz, de nem jó. Jó, gecsi kurva. Nincs elég túszunk, srácok. Gyertek, elkapjuk, hogy kell. Nincs elég túsz, nincs hely az autókban. Elkapom, gyertek utána. Annyi túsz van. Hol van? A gym fele. Oké. Okay. Gym fele ruhaboltban. Melyik? Rádiózgat kell nekünk, vagy nem? Hát nem tudom, nem érhetetek, akkor hagyj a gecibe. Itt van előttem. Elkapjam, vagy nem? Akkor kapja, persze. Be is vannak amúgy emberek. Be vannak ketten. A nemzeti alatt tízé sikátorban mászka. De remélem nem rólam beszél. Kell hely. Még egy hely. A gymhez. Még kell hely. Motorra még egy valakit el tudok hozni. Van egy helynálam is. Merre vagytok? Jaj. Mehetünk nemzeti. Mert okay, itt Dikánál, itt Dika a parkolóban visszaszállok hozzá.
akkor gyertek nemzetihez, nem megy be senki, egy ember menjen be majd jó, a motoros szor. Befutsz előre, először a fegyvert és várod a túszokat. Szóval te fuss be előre és fedd elő a fegyvert. Ezt kinek mondtad? Orme, de te maradj két vegyét, te bevezed bújtsd be. Figyelj már, a nemzetin mióta van izé? Lépcső felfele? Régen itt nem izé volt. Itt nem volt lépcső, itt egy darab létra volt összesen, nem? Kérd már nőket. Bementod a túsz? Vannak hárman, meg még jönnek. Máradj, menj oda velé. Tartsad meg a fegyvert, nehogy valamit csináljon. Minél van, még túl? Ja. Ez nem ilyen volt. Csak, wow, menjél, ezért, de átalakították. Ez biztos a gabzos mappolás, ami nekünk van. Vagy egész életemben itt jöttem fel, és sose láttam, hogy ott van egy ilyen. Itt van, aki akar jönni? Itt van a kocsit, majd gyere már ki, hogy megnézed utána, hogy jó. Jöjjek ki? Oker. Menjetek oda, srácok, a túlszokhoz. Várni kell. Adi, gyere ki, zárd be a kocsit. Digo? Igen? Óvatosan, jobb, arra szoktak járkálni a rendőrök, megnézi, hogy valaki... Persze, de hát deszkázom, az lesz az alibim, hogy deszkázom, ne haragudjon. Aksa nyomod. Meg el ne vigyenek. Nincs rám semmi, lepakoltam direkt. Legyetek a túlszoknál. Túlszok leszünk, srácok, mi is. Eléggé elkezdtek körözni körülöttünk. Nem tudom a szint. Össze-vissza volt. Most még egyszer? Sárga neon. Nemzeti előtt. Lehet, hogy be fognak ránk jönni. Aha. Au! Au, geci! Au! Au! Csóbb bejáratot védi valaki? Fekete ruha volt. Fekete ruha, sárga sportautó, sárga neonnal. Róka, menjetek be nyugodtan, jó? Én nézem kintről, ha valami van, szólok. A nemzeti tetőjön van valaki? Még nincs lezárás. Csak a sikátor felmászás, kerüljük. Engem elvisznek, túsznak. Jaj, au. Hol? Nemzeti előtt, au. Hol vagy? Nemzetivel szemben ott állnak az autókként. Igen. De a pozitív. Egy ember maradjon a izénél. Túszoknál több jöjjön ki. Fel sárga autó, parkoló felől, nemzeti alól, ott áll egy Bugatti, vagy nem tudom mi az. Szóval ránk akarnak jönni a vagoszosok. Annak vagosz. Tűnik, de nekem annak tűnik nagyon is. El tudtam menekülni, Digo. Digo, most mi van akkor? Nem visznek el? El tudtam. Meg, jött van? Rám, hogy hallottam, hogy mondja a rádióba, hogy még nincsen lezárás, vigyük el. Felmásztam egy háztetőn egy létrán. Ilyen ruhások. És nem jött utána. Néztek ki. Fekete ruhába, de fekete alapon sárgára festett autó, sárga neonnal, és úgy emlékszem, hogy ezt az autót már láttam a kockaparkba a vágasztosokkal. Igen, most ott driftelget nemzeti előtt. Többen vannak még, ott vannak még eszkalíd, meg minden van, Gert. Na most mi legyen? Mi lenne? Vártok, próbáljátok. A tetőre nem tudok felmenni. Nem kell a tető, látom a tetőt. A hátsó ajtóhoz menjen már két ember. Fegyverrel menjetek, tartsatok, hogy bemegyünk bentre. Au. Itt is van egy létre, de ilyen vagyok.
használnom a sportautót. Te maradjatok kint szerintem. Régi Lost Platz felé ment volna. Ezért a túszokat vigyétek már fel a nagy irodába. Melyiket? A túszokat az irodába fel. Jó, oké. Szerintem azért is jó, ki motorosok jöttek el előttünk, de nem állnak meg. Na, megúsztam. Csodálom, hogy nem kapott el. Simán utána mi jöhetett volna. Egy arra, egy erre és vége. Amúgy nem tudtam volna semmit csinálni. Irodába beviszem őket. Azokat a fekete ruhásokat kérdezt már meg, hogy nem féltem őket teljesen. Amíg még szépen kérdezik. Leugni egyből fokat adott is meg lehetne. Ha. Kérdésem, hogy hozzátart. Jó, oké. Akkor nem szóltam. Papucs rádió. Menjek még egy kört deszkán a izé, a nemzeti előtt, hogy ott vannak-e még? Itt vannak, kint vagyunk, le vannak kint. Inkább maradj valahol kicsit. Sportautó ugyanott van, folyamatosan toladgat le meg fel, nézi, hogy Mizu. Város felőli feljáróról. Ferrari, ez nem bír magával, úgy látom. Nem tudom, hogy Ferrari, ezt innen nem látom, csak azt, hogy sárga szín. Amúgy lassan kéne már a King, mert ebből nem lesz jó vége. Hol van a King? Nem jöttek veletek? Az a, nem, az a baj, negatív, hogy egy lentebb vannak a rádión. Egy jött velünk, ugye Alia. A többieknek dolga volt. Mert az a helyzet, hogy szerintem vagy annyian vagyunk, mint ők, vagy kevesebben vagyunk. Város fele itt van az a sárga Bugatti-szerű cucli, ott áll benne a utcába is vár rátok. Az első utca, ami megy lefele. A másik az tiszta. Beszéltem velük. Akik elég voltak, igen, és itt mondtam. Nem, na miékkal. Hogy gáz van és lehet, hogy be akarják rátok tolni, elvileg a vagoz gyakorlat. Ki tudja ki a faszom? Én nem úgy, mint a parának láttam volna. Hát akkor az bazd meg, nem tudom, sárga autó bazd meg. Én egy ugyanannak a kutyának a kölyke gyakorlatilag. Majd be vannak oda szorulva, ha ide jönnek a kingesek a kocsikkal, oda be tudnánk szörítani és megkérdezni, hogy mi a fasz. Szerintem vagy inkább úsznak. Koncentráljuk a izére, bankra. Egy autó van egyébként, kifejezetten a bank előtt is be van odaállva a járdára. A fekete BMW is itt ül járra fizik, amit el akartunk. Az a sárga autó is ott köröz. És mit mondott a namiék, jönnek? Igen, lerakják a pénzt, mert üzleteltek és utána jönnek. Elment a BMW, jóba sietnek, mert az eszkelet is, mintha indulni szeretne már. A izé még ugyanott van, ugyanabban az utcában, a sportautó. Igen, a sportautó az ugyanott, találtak. Visszafordult a BMW. Feljött a sportautó. Nagyon az baj. Enkén az a King. Már. Szóltam nekik, ahogy lerakják a pénzt, jönnek. Feljött három autó. Jó, nemzeti előtt, a kocsik előtt van. Gyere be. Kurvára kéne. Oké, most kéne a King. Gáz van. Lövést hallottam. Mi lőttünk? Voltam. De ne lőj. Ide forolnak elé. Lövik a kocsik gyerekei. Be fognak menni. Róka, gyere fel a tetőről. Tehetek, bemennek. Hát, Gáci. Jó, info, egyből info, maradjon kint, jó? Jó, te maradj. Nagy karikai jönnek a hátsó bejárathoz. Ja. Jönnek, nagyon sokan vannak. Hát, ezt kiszopták. De jó, hogy nem mentem, látjátok? Kint legalább 15-20 ember. 20 elég.
Olyan 20 ember nincs, de 10 biztos. Jó, rádió. Ő is figyeli. Mások? Fekete ruha, nem láttam, hogy kik, de szerintem parások. Actually, amúgy a sárga gyöngyházas autó olyan volt a Vagosznak is annó, nem tudom, hogy van-e még nekik. És az céges volt. Rokon van egy baj! Azért megöltem az Editus véletlenül. Szarnira. Fegyverpolt felé az egyik fekete ruhás fut. Az a baj, hogy a King az meg most nincs sehol. A tettővel mi a helyzet? Parabellum. Parabellum. Parabellumosok. Igen. Az mit keres itt? Glock van náluk. Valaki meg tudja sétetni a koccot? Na, nagyon kéne már az a segítség. Elmennek. Jöttek le. Nem, de én Csík. Kaptam. Elmennek. Ez remek, de valószínűleg a kocsikerekek azok gatyák. Sziasztok. Csumi, tetszik a deszka? Jó, srácok, megmondom mi lesz. Jó, tetszik, basszám, mi? Igen, van helyi, van helyi. Összes kerekek kibocsátok, van Csumi. Legyen paput. Mi legyen? Elmegyünk. Ti, hogy lehetünk, bazzunk, bármit is csinálni? Mehetünk is hozzájuk innen is. Actually, úgy talán el tudunk menni, ha szólunk a Gossznak, hogy leszkorédekkel jöjjenek. Nem mentek el, csak egy utcával odébb vannak, skacok. Itt van két autó, ugyanúgy az a sárga sportautó. Azt várja, gondolom, akkor, hogy kigyeltek. Hallod, szállj le! Állj meg, Pali! Csumi! Állj meg, tókat! Szupránban van, izé, pek. Áó, bazd meg, a törött kezem! Áó! Áó, lelőj, el van törve a kezem, be vagyok gipszőve! Legalább a deszkámat szedjem föl! Én még ugyanúgy fölöttetek van, ma gondolom, bár úgy se hallom, hogy fölöttetek van, vagy valahol van. Feltenném a kezem, de be van gipszőve. Mikor idők, meg egy szépen. Óvatosan? Óvatosan elkezdem a bicska van nálam. Izé, deszka van nálam. Rádió van nálam. Persze, hogy van nálam. Olvasd le a frekét, mert rádiózott, ahogy látom. Szépen elkezdem átnézni a frekvenciát. Elkezdem leolvasni. Viszont nem látom, hogy hol van Eriko. Ja, látom, most száll fel, mögülöttek. Mondok egy frekét. Az rendőrségi. Kéne. Mondok egy frekét, menjetek föl. Kocsi, mert lelőttem egy túlsz véletlenül, és már el kell vinni majd forrát. Pistöletük a helyük 295.13. Valaki menjen föl. Itt vagytok már rádión? Igen, vagyok a közelben. Jó, a nemzeti elé álljatok be. Távolabb kellett volna rádióról. Váltsatok kocsira. Vigyétek elé. Nem vettem észre, hogy észreveszik. Jó, mindenképpen. Valaki fölment a frekére? Az átsójával itt vagyunk. Hozhatjátok ki. Gyorsan. Nem csináltam semmit. 295.13. Ne beszélj, csak mit. Mi érkezünk arra? Kinek rádióztál ennyire? Okay. Hát a cimbiknek. Értek az autókereknek? Hát azoknak, akik benn vannak. Hát akkor... Nálam van emelő meg 6 kerék, csak előkészletem nincs. Persze. Úgy volt, hogy kapok egy kis pénzt, hogyha itt King deszkál. Kellnek a csomjából kivehettek egy szerelőt, készletet. Valaki a kis ütjű mellett van, az kérdezem tőle, hogy mi van. Várjatok, ha van még egy kocsi, álljatok az a úgy, hogy meg tudjátok szerelni az autóitokat. Tehát valaki, aki biztosítson fedezéket, és akkor szépen kezdjetek el kerekeket cserélni, jó? Ezzel most mi legyen? Hát múgy az ott sem elkezdtem látni, hogy a ruházatodat. Merőjétek le, nem csináltam semmit. Vannak nálad már ruhadarab. Meg szeretnélek kéne gyakorlatilag, vegyük már fel. Hát, felvehetném. Pont egy ilyen helyzetben viszont... Ahogy dobszik, hogy itt adjuk, hogy itt a Pali. Igen. Dobunk egy kordit itt a srácok, itt elkap. Ez érdekes lesz, úgy látom. Igen, ezek érdekes ruházatok lesznek. Oké, okay, többi ruha. Ezt csinálom, csak sok van. Nyugodtan. Jó. Ez egy sikátorban három palival kicsit érdekes, de legalább ki van tesizó, hát igen.
Farmellon volt. Várj, ez már volt. Igen, láttam a hátukon a logót. Egy. Egyik csajnak ott volt a hátán a logó. Egy. Az igen. Ez igen. Jó, te meg vagy mi? Egy. Hoppá. Hoppácska. Alakul ez. Ja, alakulunk, jó van. Megérkeztünk. Egy. Digo. Egy. Szerintem elfogyott. Jönni fog egy gargarymotorhoz a losztosért, hogy ne lőjétek most se. Megcsinálta a videót, amit csináltak, kérlek, ne üljetek meg! Van két helyen. Emelünk meg. Csak 18 vagyok, nem akarok meghalni. Tegnap fogtam először csöcsöt. Rendőr. Nem, sikátva. De smaciztunk is. Megvan, megvan szerelve a raptor. Menj oda, kinnek végtére sólához. Csak a raptorba üljetek be, amennyien tud. Nem is fél egy ember. Tart meg tudom csinálni. Még ki ilyen? Raptor az jól van. Ó, meg jön egy pár ember. Barbara. Jó van. Digót elő kéne kerítenünk. Megkérdezhetem, hogy hívnak. Persze. Digóval. Szép napot. Digó, merre ögördeszkázott? Még tisztelet, meg ilyesmi. A nemzeti körül az a bőcsopi. Fogztam is, hogy hol van. Mi volt? Mi történt? Hát ő rájátott a az asztékoknak. Nem tudom, milyen autó most jött meg a negyedből. Fekete színű ma. Ja, rólunk impózott. Nem félre kell állni, megcsinálni. Hát mindenről. Nem rólatok akartam, de ti jöttetek ide. Hát velünk lőttetek össze, amúgy az úgy kell ebben. Igen. Itt az előbb a nemzeti irányt lőttek meg először, előtt a kis főnökünkre, úgyhogy... Van még valaki a nemzetin belül? Nem is tudtam. Ja. Ja. Úgyhogy megérkezik a lehetőség, azt hiszem. Most én fogok meghalni ezért. Azt az oldalt, vagy valahol valamelyiket. Majd nagyon jó pénzt lehet érni. Liam mondta, hogy neki még kell csinálni a motort. Nem kell meghalni, hát most érted. Akkor jó, ne üljetek meg. Fiatal vagyok még a halálhoz. Tudom. Melyik kezed van eltűnt? A jó, a bal. Igen, igen. Egy a bal. Jobb. A bal, a bal, a bal. Keresek egy tetőspotot. Fel van kötve, fel van gipszelve, most műtöttek meg nemrég. Leestem egy háztetőről rá a kezemre. Mondták, hogy ne deszkázzam. Én visszamegyek a két emberrel izé plusszra, felveszek valami fegyvert, meg mindent. Akkor nemzeti elé már nem kell visszamenni, ugye? Sütjék, mit kell ide érni. Hát, a kocsikkal megpróbáltok, visszamegyünk. Kéne jönni innen. Hát kollégának mondom, hogy itt a főnök azt mondja, hogy kéne ide érnie. Jó lenne. Placoz, én is elmegyek valamit a felszerelésért. Nagyon nézések körbe a placot, légy szíves, mielőtt bementek. Rendben, illetve lehet, hogy nekem... A rádiómat miért nem veszik el? Mert kaptam elég csúnyán. Akkor kórház, mindenképpen. Igen, igen. Tisztázom neked kórház környékét, jó? És olyan piátok, nincsen véletlenül? Sajnán nincs. Hát az én. Placüresnek látszórik. Fehér tető is, minden? Jajaj. Minden illegálnak nő a vezetője? Nem tudom, miért nem tudom. Mi? Most írtam. Fekete BMW, kék ne onnan. Lassan érkezünk. Olyanak vagyunk, mint a MÁV. Későnk folyamat. Ja, hát folyamat. Nem is értek sehova. Á, megjött. Hát ő nem pont az. Á, de rá, úgyis rá lett rá lőve. Visszamehetnénk amúgy is helyet rendjük. Visszamehetünk, no, 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 no. Okay. Egy aszték barátot, vagy asztékos, nem döntöttem még el. Túsz csávó, túl élte. Hello. Felvennéd az aszték felsődött, kérlek. Hogy megjönnek a kérdések, hogy ki vagy. Várj egy kis pillanat. Csak hogy tudják, te legyen. Annyi szóval kérdezett tőle. Tessék. Köszi szépen. Szerintem mindenki, ha eltesse magát, akkor az aszték placon találkozunk. És közben vegyünk fel pozíciókat, azt meg megbeszéljük. Igen, egyébként jó meleg, csak azért nem vettem fel, hogy meleg van ilyen korbe. Nagy kofi meg ilyenek. Most már azért jönnek a jó idők, meg ilyenek, nem fúj annyira a szél. Bár tegnap esett. Telefonálok egyedül sejnet. Csak nyugodtam. Amúgy se. Értek már a kordra, hogy küldtem neked. Hú, bazán. Lebontjátok itt a kertet. Hát is. Jó napot kívánok. Szép napot. Jó napot kívánok. Na. Szia. Cső. Jó a hajad. Nagyon kiemeli a felsődet. Köszönöm szépen. Kiemeli a felsődet. Az egy, hallod, az egy a lejjebbi a saját. Mind beszélnek rád? Most elmennek a kórházba. Akkor most vették el. Aztán hazamennek. Felszerelkeznek, pozíciót vesznek fel, és megbeszélik, hogy mi lesz.
Na, rátérhetünk a lényegre most már. Hallgatom a rádiót, meg folyamat beszélnek. Na jó, én is. De figyelj már. Én azt hallgatom amúgy a... Azt hallgatom, hogy a zsirányítód sékel a rádió. A radiklikok rádiót. Tudják, hogy ott vagyunk a kórházban. Nem, hozzád be senki, ezek most nem mostan beszélnek. Én rádiózzák a srácok nekünk, amúgy, hogy igen, tudják, mert ott állnak be. Jó. Mit akarunk az úriemberrel, Süti? Én csak szeretném megkérdezni, hogy ha én visszaadom a túszt a Cyberből, akkor ti miért lőttök az emberemre, amikor túszoztok? Én csak ennyit szeretnék tudni. Ezt én tudjam, hát fogalmam sincs, én csak kint deszkáztam. Hát is ott rossz helyen. Már mit tettet a kurvára? Ezt akarod. Kint deszkáztam, és itt felborultam a izén, a kukán. Én csak azt hallottam, hogy sikot. Ja, azt hallottam, hogy sikit ott is. Igen. Ennyi, igen, felborultam, el volt törlöm kezem. De hozzá van közel, mert külső informátor, nagy esélye. Külső informátor, folyamatosan rádiózok. Na, a rádión szóltam, hogy itt vannak, meg kérdeztek, hogy mi van itt kint, azt gondolom, akkor erre jöttem deszkával. Azt mondtam, hogy itt vagytok ilyen sárga autóval. Azt mondta, hogy álljak meg, ha mondom, lelőttök. Menekültem, aztán felborultam a kukán, mert balfasztok. Akkor megfogta a kuka, nem is kellett izé. Hát nem tudok még trükközni, tegnap óta deszkázom, még csak nagyon kezdő vagyok. Szerintem amúgy diskurálni kéne velük, hogy megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Hogy ez most mire volt, hogy rálőttek amúgy a bozontra. Azt mondod, hogy itt a rádióba szóljak be? Szerintem csak bepánikoltak, mert sokan voltatok, körbevettétek, szerintem azt hittem, hogy rálőttek. A srác az magába ment a kocsival, kifordult a gymnél, és instant lőttek a társaidra. Igen. A publiknál. Mi az után a gymnél? Vagyis akkor a publiknál, ma ott lőtt. Sőt, akkor rádiózz be nekik aztán. Sziasztok, sziasztok! Süti vagyok a Parabellumból, sziasztok! Mondjad, van egy gördeszkásunk. Van nálunk egy gördeszkás emberetek, szegény elesett egy kukába. Jó, ezt nem kellett volna elmondani, mondottátok volna, hogy rám lőttetek, vagy valami. Mindegy. Hát ki vezeti a terroszt, és Istenem, most tudni fogják, hogy balfasz vagyok. És azt tudják, abban is, nem? Nem. Nem, azt hitték, hogy Spiller vagyok. Bocs, én mindenkinek így szívom a vérét, ha tudsz, ha nem tudnád. Jó van. Hoppá, bocsánat, milyen jó cipis. Ott kitállítanak már meg. Nike. Hát látom, látom. Én is húznék, csak én csöves bakancs megy ezen a drághoz. Na, hát szerintem a Nike mindenhez megy, olyan, mint a BMW. Az autó, ez meg hát cipő. Most nagyra hiszik magukat, de hogyha eljönnek a többiek akával menekülnek. Plusz nem vették. Nem tudom, hogy ilyen csak visszamentek saját rádióra, mondtak rádióra. De bármit csinálunk, érted? Gondolj bele, átnék háromszor Fradihoz, mindig háromszor egy emberre beszélünk. Micsoda? Milyen kocsiba ültél? Képzeld el, mások is belénk. Hallod? Vagy olyan srácot fog, aki nem csinált semmit amúgy. Csak mondja azt, hogy nem csinál semmit, közben pofázat ugyanúgy. Jó, hát most érted. Pofáz mindenki tud. Hallod, lásd, nem vagyunk rossz emberek. Nézd, mit hoztam. Köldeszked vissza. Mondjuk az ananászos jobban szeretem, de azért köszönöm. Most bugáztam az egyik palit, aki random ide futott, random, nem is tudom, hogy miért, de random itt. Szokat. Nem, tényleg csak úgy itt futkározik. Véletlenül pont erre futott, mert pont éhes. Véletlenül pont itt. Szerintem akkorát kordult a hasam, hogy meghallottam. Ugye nem egy blátos volt. Nem a málna volt véletlenül. De szoktam hallani, amikor korog a gyomrom. Akkor is. Gyere. Ó, nem tudjuk, fekete ruhában volt, úgyhogy nem tudjuk amúgy. Az a faszti nem rendőr, úgy néz ki, mint egy rendőr. Persze, ennyien. Indulj. Mint egy rossz gondolat. Álljon meg. Állj. Egy helyben állok, nem mentem sehova. Ő volt az. Ő volt az. Nem, tőle van a. Ő jött ide random. Ismered, nem szimpatikus. Hát olyan a haja, mint a Málának. Mála, te vagy az? Csak voltam. De bazd meg. Vagy nem, hasonló vagyok, de nem. Én értem. De ne halljad már akkor a karog a gyomrom. Itt a gangsterek között nem válna. Á, geci. Akkor csak nagyon, nagyon hasonlít egy régi ismerősömre, akit tegnap ismertem meg. Vissza, van... Semmi baj, Málna. Ex-Málna. Nem vettünk el tőle semmit.
Nem? Van eltelek, hogy rádió? Egy kést elvettük. Kínálom? Add vissza a kését. Nem tudom, nem mertem belenyúlni a zsebembe, hát itt vagy a fegyvere körül. Akkor kérdezhetek, hogy akkor most ismered ezt a málnát, vagy nem? Itt nem. Ismertem egy málnát, aki hasonlít rá, de ő már nem olyan málnás. Szerintem már ő már lehet, hogy eper. Jó, akkor vigyétek háborús, teprezzétek meg a lábait. Na, kérlek, nézd meg, hogy van-e nálad telefon és rádió. Akkor most már lábon fogtok lőni. Van nálam a telefon, mert lehetünk. Köszönöm szépen. Pont itt. Vigyétek már. Mert visszakaptad a késedet? A bicskám is megvan, igen. Van rá fegyverviselési engedély. Ne telefonozzál! Ne telefonozzál! Rozgomb! Micsoda? Jó, mi? Az lesz, hogy fejezzétek már be. Érzékszáv, rossz érzékszáv. Szegényeper. Az lesz, hogy el fogunk menni, itt fogunk téged hagyni, és akkor tudsz nekik szólni, tudnak el tud jönni. Azt légy szíves, várd meg, amíg innen kimegyünk. Oké. És az epret már lehet, meg nem tudom, már lehet. Rendben, kocsiba indulunk. De tök elfelejtettem, hogy hogy hívtalak titeket, úgy majd mondjam, hogy üdvözöl, nem tudom mi. Á, tudják, tudják. Tudják. Hallottam a rádión, persze. Oké. Sziasztok! Szia! Jó gördeszkezés! Köszi, igyekszem. Végezd a kukáknak. Akkor most nem lőttük ki. Kösz a kaját! Szegény srác! Csak ne MG-zne. Nem szabad, az MG az rossz. Jaj. Halló, tessék, Digó! Szia, fiam! Cső, bazd meg! Szia, fiam, hol vagy? Szia, bazd meg! Itt vagyok a Nemzeti alatt a fegyverbolthoz, most deszkázok oda. Állj meg ott! Jó. Menj oda! Köszi, menjük. Szia. Cső. Nem kérdően, elkészvítsz tegnap is majd. Jó, de hát most egy lelkes srác. Most én emiatt nem tudok rá haragudni, csak szokja le róla. Mit csinált a válna? Oda jött, hogy nem-e éhes valaki? Szegény, kiemgészte, hogy éhezik a karakterem, és hozott neki kaját, miközben körbeálltak a parabellumosok. Papucs, valami beszaladt a kocsi alá, szerintem. Csá! Gyere őbe! Visszaöltöztél kékbe, mikor izé? Mikor nem. Már összeszedtek téged? Nem, levetkőztettek és elvették az összes ruhámat és felrakadták rám. Mi a fasz? Te felvetted a ruháidat? Igen, hát körbeálltak 8-szor és megfenyegettek fegyverre. Meg elvették a rádiómat, én meg nem tudtam lekapcsolódni, mert éppen az arcomon csúsztam. Majdnem leráztam őket, csak ahogy át akartam ugratni egy kukát, hát magasabb volt a kuka. Melyik rádión voltál? Az egyen nagyobban. A 13-as? De. Akkor miért voltak fent ők a 12-esen? Mert mindig belevonyítjuk, hogy egyen lentebb vagy fentebb. Mert senki nem bírja megtanulni, hogy a rádióváltásunk az mindig egyen lentebb vagy fentebb. Úgyhogy most már kéne egy bevett szabály, hogy mit tudjam én, mivel most már ez így kiderült, hogy mondjuk mit tudjam, a végét 5 plusz vagy 5 mínusz, érted? Rádión vagyunk fent, egy új rádión. Ki lett írva a Dark Chatre? Én beküldtem Dark Chatbe. De itt! Hallod, hallod, Róka? Róka? Ja, mert hülye, mert rossz rádió van azért. Híres a hangos akkor a gangin. Szép volt. Ne haragudjatok, én próbáltam jól. Jaj, semmi gáz, nem gáz, jó volt az. Azon gondolkozok, hogy most minden. Egyébként majdnem megúsztam, el akartak engedni, aztán megtalálták a ruháimat. Édes faszom, és el van nevezve mi? Nem, de fel kellett vennem. Anyám. Nem azt hiszem, most ennyi emberre nem fogunk rájuk, nem fogunk csinálni. Te is tanultál valamit akkorva. Ja, nem lerakom a kurva ruhámat, amikor külső informátor vagyok. De én is leszoktam. Közepesen kedvesek voltak, azt mondták, nem ölnek meg, meg ilyenek. Csak hogy valami cyberbárnál rálőttetek valakire. Megvertél, bármit csinált, bántottak? Semmit, egyáltalán nem. Fel is segítettek, miután csúsztam a taknyomon. Nem vittek sehova, ott voltam egy helyben. Ahol estem, még mondtam is, hogy hol vagyok, hogy ott vannak még az autók, vigyázzatok, nem mentek el.
és ott rám jöttek, és ott át akartam ugratni egy kukát, mert ott nem tudtak volna követni autóval, és a kuka magasabb volt. Azt elestem. Nem is vittek el, ugyanott egy helybe álltak. Ott egy helybe álltam, igen. És akkor körülbelül 10 perc alatt sokat beszélgettünk, oda gyűlt az összes. Gondolom, mennyi kicsit voltak? Többen voltak, mint mi. Nem. Hanyan nem voltak többen. Körülbelül 10 voltak, max 12-en, de szerintem annyi se. A lényeg, hogy nem bántottak. Igen, nem így bántottak, van. Igen. Azt mondták valami, Cyberne rálőttetek a főnökjükre, és azért jöttek el. Ja, beszéltünk velük rádióban, és feljött a valami csaj. Valami csaj volt. Ja, ad volt aztán, a fűre. Így van, aztán ő mondta, hogy ugye mikor túszasztunk, amit mondott, rádiózott is Jojo, hogy üldöz egy autót. Igen. Mert ugye túszasztak a srácok, minden, és akkor mondta, hogy elkapja. Aztán, hát aztán elengedtem, elég furcsa dolgokat csinált, azt mondtam, hogy inkább mennyi volt. Kukákon keresztül. Szóval ez a baj. Mi csinált? Kukákon keresztül? Mi? Hát belehajtott egy. Ja, de elengedtem, szerint mondtam, mennyi akkor. Meg nagyon nagyok azt mondani. Na mindegy. Srácok, mi lenne, hogyha bevezetnénk egy szabályt? Hogy rádióváltásnál már ne kelljen... Nem, tök mindegy, csak hogy rádióváltásnál nem vonítsuk már bele, hogy mennyit váltunk és hova. De egyébként ez lehetne dinamikusan. És nem úgy, hogy mondjuk kiszámítható. Igen. Én ki tudok valamit találni, csak hogyha itt kimondom, akkor ezt mindenki hallja az igazat. Nem. Amúgy csak szépen egy teljesen. Én ezt leírnám. Majd elutazol a Bahamákra, kinyomtatsz egy papírt, és akkor így odarakod a faxra, vagy nem tudom. Szerintem majd a fórumon, a Redditen majd kiírom nektek. Jó, légy szíves. Van egy nagyon jó ötletem, amit úgyse fognak vágni. Légy szíves, ez tökéletes. Egyszer 6-os térünk, egyszer meg 9-es, úristen. Hát igen, attól függ, hogy éppen páros, hogy páratlan hét van, tudod, fiú vagy lány. És mi lesz? Vagy a 96, igaz? Félreértésben most szétlőtték a vadonatúj Ferrari-mat? Mindenki. Tudjátok, hogy mennyibe kerül egy Ferrari kerék? Ja, még a bicskámat is visszaadták. Nem én 10 hónapra szállt ő jelen, mindegy. Az meg abból a Ferrari kerékből 10 bicskát veszek. Szerintem Digo tetszett nekik. Lehet egyébként. Na, szerintem, hát milyen szét száll legénybe az ki. Azt biztos. Igen, a mentős is mondta, aki varta a kezemet. Na, mi legyen? Na, hát csátok, most sem mentünk nemzeti. Fasza? Ja, nincsen volt 2? Nem is tudok elindítani. És csak 9 óra van simán, volt 2. Az a baj, hogy le voltak zárva a rendszerek akkor is. Volt 2 szettünk, és akkor elmegyünk túlzolni a paraplacra. És akkor most, akkor véletlen félrejtésből kilőhetek néhány parás kereket? Nem. Szerintem már túl vagyunk rajta bőven. Azt meg már kilőtte Joe! Hát, geci! Visszakaptuk Digót éppen egészségesen. Igen, egyébként kedvesek voltam. Szóval, hogyha itt most így rádurrannánk megölni valakit, az fölösleges. Azt én sem érzem, hogy fair lenne. Figyelj, Digo. És a Ferrari nem érted. Miért gyorsan megölsz, hogy azt mondtad, hogy megöltetem. Nem értem a Ferrarid. Figyelj, Digo, én mindig kis lopára valamit. Kaptál cicit a fejedbe? Mit? Cicit kaptál a fejedbe? Ez hülye. Tegnap kaptam egyébként. De most kaptál? Nem. Nyuszi? Akkor? Igen. Megérte? Mehetünk. Megérte? Menjetek. Oké. Okay. Csináljuk tovább, srácok? Nem értem. Igen. Minden nap. Digo, mindegy, még fiatal vagy. Szeretünk titeket, de most nekünk szaladni kell, mert sziasztok. Szarni kell. Mindenki jó, szaladni. Nekem kell. De akkor félreértettem. Puszi. Akkor menjetek, túlszazzatok be egy bankra, déghen. Ja, egyébként egy sima bank mehetne. Puszi. Én ma megszlipni kell. Kinek anyja vissza a dolgokat. Csak akkor én lerakom a kibaszott kabátomat. Jössz, szállj, de szálljak. Oda megyek a tárcatot, amit kaptam ajándékba. Adjad. Tessék. Mindjárt csak visszapakolod a cuccokat, amiket kaptam. És még egy ilyen is. Ne egyen játszik meg. Nincs itt. Menjél már. Kiszállok. Hagyjuk már, menjetek. Miért világít a részorvosok? Nem mersz. Menjetek oda. Szerintem kóra menek. Kinyissam az ajtót, sietek. Jó, fiam. Jó, volt egy kocsit. Meg volt egy hely. Amúgy igazából az új Ferrari-mmal is el tudnék menni kinyitani az ajtót. Hagyj az új Ferrari-ra! Oh. Nem megy! Jó, de megy! Szerintem se szívváltottál. Rokat amúgy elvihetjük. Szerintem Joker most elmegy egyedül meg, bassza mindig. Na gyere meg! Vagyok még. Na sziasztok! Szia! Jó, akkor csapó 2 kiengedés. Amúgy játok mindegy ember, te is.
Sezi. Kurva. Itt a kocsim, de megfontolom az ajánlatot. Én nem megvan közim, én már biztos nem csak semmi. Én megyek gancsolom magam. Hova? Sehova. Leírtam az ötletemet. Jó. Nyuszi! Úgy sem megyünk szerintem. Nyuszi! Vásárjó, te hülye. Illetti írva Dácsetre, meg máshol, hogy már van, szerintem a folyuk már majd hol van. Ki van, ott hol van, mert izé. Vásárjó, Cula. Peresz elment az ötlegéje. Nem van gancsolom magam én is. Jó. Farkas lepjön, szavaztok. Joker most így utásból lebaszna neki nyuszi egyet. Volt a tennap. Ez nem jó. Volt a tennap, akkor voltam a Ferrarimmal. Hagyjad már a kurva Ferrarinat, geci! Vegyek neked egyet? Ja, nem veszek neked. Biztos nem veszek, mert te buzi van. Gyere, menjünk vissza, hozzá a rizsét, azt mondjuk, maximum lelövünk egy-kettő embert, jó? Menjünk. De már nem olyan bazd meg, ki gyári gyerek, gumit lesznek rajta. Akkor lelövhetünk két embert, nem? Ja, akkor menjünk. De lerakom ezt a rizsét, biztos, hogy a sehet a jó, kiöltem a szuper ötletemet. Vajjá, olvasom. Jó, van. Volt egy alapötletem, és egyet tovább csavartam, mert úgy már biztos fasza. Szuper anonim. Ez teljesen jónak tűnik. Működőképes. Jaja, csak úgy más is folyamatosan nem készülnek rá. Ja, persze, persze, egyértelműen. Teljesen jó, működőképes. Ami meg alap, az, mondom, meg, plusz, hogy... az meg alap, és így meg arra úgyse jönnek rá, hogyha... Oksa. Ha csak nem szopjuk le a fasz, de akkor meg úgyse látani kell. Ez most lehet, hogy kicsit csúnya lesz, de akkor úgy mondom, hogy amíg alszal, betanítjuk rá a többieket. Jó. Ugye, ő Joe, csak lerakom az ügyémet, addig hozzá. Szerintem ez simán működik. Persze, ja, szerintem is az jól lehet. A kocsim. Ügyes, buksi simi. Csak ez szigorúan egy oda, meg egy... Adja. Mi? Mondja, engedsz is szarsz a kocsimra, te is. És ne szoktuk alkalmazni. Mi? Mondtam, hogy szarsz a kocsimra. Várjál. Ne, ugaj le, nem érlek fel. Egy, kettő, kocsi. Meg is kaptad. Köszönöm. Ó, Istenem, nem egyszerű ez a bankozás. Nem nagyon, még egyszer se jutottunk be úgy a nemzetire, hogy pénzt is hoztunk ki. Hát, nemzetire nem. Mondjuk figyelj, igazából amit elsőnek hallottam a rádión, akkor is azt mondták, hogy le van zárva az összes rendszer, tehát valószínűleg nincsen pent pénz. Hát de ez lehet. Is milyen volt amúgy, mert amúgy a BMW-sre én lőttem rá egyet, mert elhagytam. De bassz meg egyébként, tudod mi lehet a baj? Simán lehetett bent pénz, csak most nézem a kihirdetést, hogy ő... Amúgy második. 10 perce indult el a másik bank. Lehet, hogy hát pont... az 10 perce volt. Hát igen, de akkor mi már nem voltunk benne, lehet akkor szabadult fel. Hát amúgy ez benne van a pakliban. Volt még egy izé kellett volna. Még egy 5 perc. Hát jó, csak... Kurva élet. Ja, ilyenkor már kilövöldözték a... Igen. Amúgy abban az időpontban pont el tudtuk volna azt intézni, hogy abban az 5 percben, hogy valaki elugrik gyorsan kerékért, aztán hajrá. Volt már valakinek olyan problémája, hogy az Instával nem tudott bejelentkezni, folyton azt írja, hogy probléma merült fel a keres. Kérésemmel kapcsolatban, de nem halló, is kértem. Halló Joker, sem. Te nem ilyen téli gyerek nem. Vagy? Nem, ő éppen egy gyerek, félig geci, félig úgy. Félig geci a Balaton parton. Mikor van a szülinapom? Soha nem hisznek nekem semmit se. Mert mikor van a szülinapod? Másodikán. Ez hol van az még, az meg 28-a van. Hát ez az még, ez egy csomó nap. Lehetett volna egy nappal hamarabb is. Hát addig még sok minden történik, de már érted? A Ferrari nem éli meg a másodikát. Nem élte meg. Tudod, milyen jó volt az a füttés benne, az hol van az a Ferrari, mit mondtál? Nemzetinél. Szét jó, ott hagytad? Szétlőtték. Tudod, a szívem szakadt szét, amikor megláttam, ott van. Csak a kerekét lőtték ki.
Na, hát, az egy kerék annyiba kerül, mint az egész kocsi. Kicsit gyűjtetes lehet egy BMW-d is azért az egy autó. Na az már van. Nekem az a Ferrari volt az egész élet. Nekem volt BMW-m, volt Hever. Együtt menekültem vele, duruzsolt, amikor a rendőrök jöttek utánam, és káromkodtam. Ferrari-dal. De bazd meg, neked még az egy kipovócsivés. Menjetek oda, légy szíves, azt mondtassátok el onnan azt a gecis Ferrari-t. Hozzá vontatok, tehát azt elhúzom a gecibe. Nem jó, azt te hozzá. Jó, no, fog meg a söröm. Addig örülj, amíg nem jön a róka és nem bassza meg. Ja, mi nem tudja bele a faszát. Na menjünk, akkor hozzuk el onnan azt a Ferrari-t. Hozzuk el azt a kocsit, szegény. Hogy a dinnye szereti dugni az autókat? Igen, igen, dinnye szereti. Még az ilyen mászó mokust is meg... Hát igen. Dinnyéről beszélünk, ki magad? Mert akkor dinnyének nem utolja. Mi van a Ferrari-mmal? Szűz még? Hogyne volna szűz. Most tartok meg. Denver, Dino jó barát, ősidőkből szól hozzád. Denver, Dino jó barát, soha nem rúg be és nem ver át. Gyere fiam, ülj be. Fiam. Már is? Próbáljam csak ki azt a kis izét. Ugye a deszkát. Szeretném. Szép volt. Mozdulj meg, mozdulj meg. Én megmozdulok, te mozdulj meg. Te lepróbálkozz már beülni. Menj meg kicsit előrébb. Nem tudok, bassz. Én nem tudom, behagy rúgva már megint. Ne. Látod, már be is ültem. Jó van akkor. Rádióra nem mész fel? És most lett új rádió akkor? Igen. Nem tudom mi az, de fent vagyok rajta. És ilyen megjegyezhetetlen. Miért nem működik az OBS takarásom? Something is quite not good. Csumi Digo rádión. Szia! Már is jó. Tényleg? És most hova megyünk? Szárba. Oda nem. Dehogy nem. Oda nem. De. Oda nem! De. Nem. Két autó is van. Egy fekete, meg Supra, sőt három. Ja, itt lenn is volt egy autó még. Egyen lejjebb is van még egy autó. Véki? Nem tudom. Én nem láttad ott álltam. Ez a fekete autó, az a véki? Melyik? A Dodge az nem? Nem, az nem. A Sumi. És ott lenn, egyen lejjebb ott volt egy fekete még. Mindjárt viszük azt is. Gyere. És kezdett beleülni a Ferrari-ba? Igen. Én nem tudnám vezetni, el van törve a karom. Ott szembe, látod? Az a véké? Szerintem igen. Jaj! Jaj! Fékezd, baszod. Te fele megnézik, de ez jó. Belátom egy őrt. Na mindegy. Rendes be, vissza fel, amit azt mondod? Nem. Nem, csak itt feküdt kint a nemzeti mellett. Ja. Az jó volt. Nem mentem neki. Aha. Tényleg nem mentem neki. Jó tömelte. Van akkor. Nem lesődöttem, hogy így. Sok szintetikus szívtam akkor. Igen. Mondj, ez a türkis szív. Megrázom Jokert. Hát úgy kellett volna, hogy elgázolt vele a motoros. Hanem, jó. Be kellett csinálni kollégy. Azt ott volt körülöttem. Izé, be kell menni a izé ez. A kockaparkra és levágni a kötelet, amikor ott állnak a vagasztosok. Igen, igen, ott megállni, levágni a kötelet és menni tovább. Jó kell az jó, hogyha a mehába viszünk. Máshova most nem tudod vinni. Ja. Nincs itt valami másik. Nincs. Akkor jó, ez a gyászos hely is.
Jaj, te hülye! Úgy, ne, hogy szépen, bazd meg. Utal, utal, gyerekkel vagyok. Gyere már! Hello! Jaj, bocsánat, véletlenül gázra léptem. Szóval a gáz. Nem vagy itt jó helyen. Látjuk nem tovább. Való, Csumi! Villámbék, megy gyere, hát szia, gyere, öcsi! Azt a motort, ami nem sikerült, nem tudjuk dugni. Nem, nem köszönjük, ez így szarra, hogy van. Majd, nem tudom, hogy Hammerért kéne visszajönnie valakinek. Milyen Hammer? Jöberem. Jojo Hammer. Hol? Kezdik jól leszokni a BMW-kre? Mostanában nem vezettem. Ja. Hagytam ott, itt vagyok mellette. Nincs elég BMW. Állunk minden. Itt jaj. Menjünk vissza megnézni ezt a kocsit. Van nála dizájn? Zár fel körül. Ahogy ne lenne. Ezt kicsomízzuk. Pihált a faszom. A csomagtartójában van ám két kerék még. Lia, Enzo, gyert kocsi. Imád fel a rendszámát. Lia, Enzo, kocsi. Aha. Üres amúgy, de hogy itt fel ellen tudod, nem tudom nyoma. A képet, vedd el a telefonot, csinálj róla egy képet, és életben majd, jó? Kérlek. Ilyet láttál amúgy? Vagy az igen, ő egy kép, telefonnal, ilyen. Telefonnal, digókám, telefonnal, vedd el a telefonot. Tök telefonnal csinálom. Nincs nálam. Max, hagyjad, hívtam egy telefon. De. Jó, akkor telefonnal vedd elő, fényképezőgép. Megfogod, lefoglózod és berakod a kiváló helyre, jó? Ügyes vagy te meg tudod csinálni, biztos. Szupra szerelve. Egy pillanat. Van még fékes autónk? Látjátok, ez olyan, mint a rendőrségnél. Ki kell lépni egy Discord alkalmazásra, be kell raktom dolgokat. Sikerül, fiam? De dumálj sokat. Szuprával elindulok a platra. Szerintem sikerült. Nagyon ügyes, na gyere. Nagyon, csak beragadtam a szára, gec is telefon. Én itt megvárom a szerelőt. Sikerült. Ha? Volt benne valami? Nem, semmi üres volt. Megvárom a szerelőt, és elvitetem vele a BF-et, jó? Itt lent a papucsék is tékeztek egyetem. Mi ne? Az más. Ja, az más, jó. Mi van még? Mit kell elvinni? Majd egy BF-et elszállítatok, de már hittem szerelőt. Én már oda, hogy ez a kapdűr BMW jól tetsz közben, de arra, hogy az, hogy lehetséges, hogy parás. Beszélek a Digóval. Igen, mert hogy lehetséges, hogy parás? Aha, vagy ott voltak ő velük? Ő biztos az idővék ki amúgy? Igen, ezek ők lehetnek csak. Ők nézd, akkor parás autó. Lehetséges, hogy parás. Oda írtam. Valószínűleg parás. Mi a Ferrari? Lende fölti felé. Hallom. Lende egy Audi van? Azt mondtátok? Aha, de már fel van törve, minden meg van csinálva. Nincs alatt a Lida Neon? Nincs. Nem láttam, nincs. De azt megnézhetnétek már, de látottam, csak elfelejtem. Na, zserek. Jöjjön, menjen, nyugodtan. Köszika szépen, nagyon jó. Hova tegyem betárt? Hol van ez a kocsi? Most a placnál. Barának hol van a placa egyébként? Ezt is elviszik. Jó van. Ülj már be rám úgy. Nem tudok vezetni, el van törve a karom, fel van gipszelve. Egy kézzel tudsz. Egy kézzel? Hát csak kormányozni kell, nem kicsen semmi, csak kormányozni. Hát jó van. De ha meghalok, akkor megülnek. Ami itt van lent Audi. Igen. Azt feltörtétek? Fel van törve. Ahogy arra nem lehet beleszállni. Én bele tudtam jönni. Áó!
Bekötöm magam. Többet küldött nekem egy kordit a régi autóboltán. Igen, ugye ez a kocsi. Elvitetjük, szerintem ez felett több BMW-ke? Egyébként, ja, mert hát egy pillanatban láttam csak a Neon, de már nagyon kevés benne az elektronika. Mert nem is volt 10 évvel az a vizet. Tényleg Teslában volt. Tesszátok most mondhatjuk be izébe, Nehába. Nyomom neki a kéziféken. Basz van, azt nekhoz biztos, hogy elviszük oda. És így is tudja nyomni. Arodigo! Bevittettem a telepre, megnézzük. Oksa, hogy tudsz gyakorló verset? Gyakorló verset? Locsoló! Ja? Piros tojás, kék tojás, lábam között két tojás, fel a szoknyát, le a bugyit, hagyd locsolja meg a punit. Jó, majd de te leszem, mondasz majd, kérnek egy locsoló verset, jó? Oké. De majd valami szép vett, jó, ne ilyen. Árok partján döglött ló, én vagyok a locsoló. Új modern Tesla Roadster! Nice! Szelum, nice. Leszakadtam. Az hogy? Nem tudom, de leszakadtam. Jaj, meg! Csak legurult. Hogy a faszomba tud leszakadni a kurva kötél, amikor itt nem van rajta? Nem tudom. Jobban rákötetnéd. Jó van, most ráköptem. Gyere. És rácsuk, hogy valaki le tudja jönni majd azt hittelepre egy ember és elhozni a Teslát. Majd meg, vagy, jó. Leszakadtam. Kicsi, Digó, a jó stükkű basszó. Digó, leszakadtál? Fincsi, rózsa, illatos. Köszönöm a rózsát. Szép idejövök. Rózsa az egyházban. Az árakom. Így ne. Amikor a gyerek akar vezetni, az api félti a kocsiját, igen. Fegyháznak vagy fegyháznak. Egyébként az a trükk csak, hogyha le akarjátok szakítani, hogy... Ez még nem eldöntött, de majdnem... Fék. És jobbra-balra csúszkálsz. Digó. Igen. Ez esik. Miért van? Nem tudom, mert nem tudsz vezetni. Haj meg. Sziasztok, Ropi Rádion. Cseréljünk? Ropi, de tudsz vezetni. Szia, Ropi. Ha, az igaz. Ja, Ropi. Hallott? Aha. Nem. A jó isteke bassza már meg. Na szépen, ez egy katolikus rádió. Kicsit lassabban kéne csinálni. Milyen katolikus? Mi az, hogy lassabban? Nem, ez nem katolikus. Ugye viszont az szerelő csak... Kritikai gondolkodat. Jó, 30. Te tegyük hoppá! Eljje! Nem mentem 30-al se, bazd meg! Van az úgy? Geci! Rajta van! Rajta, te is látod! Huszonhattal megyek! Így nem biztos le fogom tudni szakítani. Hát, Digo, de. Óvatosan. Óvatosan, szájba. De geci. Mi az, hogy óvatosan, bazd meg? Nagyon rángatod. Ha rángatod és közben nyomod mind a két féket, szóval sima fék és kézi fék. Ne nyomjad be a féket, mert oda meg, hogy szájba verlek. Lebuktam. Mi van a sportmotorra? Egy volt, azzal én mentem, a többi nem mi vagyunk szerintem. Én meg elbújok bent telepen, mert itt állok 3 perc.
Mit tudás? Most nem fékezz. Mit tudás? Mit tudás? Kiszedjenek. Most el fogsz repülni. Oh. Aha. Jó, yeah. Hello. Hello. Pillanat. Figyelj, papucs. Mi van? Az a lényeg, hogy ha vontatnak, akkor ne húzd be a kéziféket, úgyhogy közben nyomod a féket, és rángasd jobbra-balra, mert lehet, hogy elszakad a kötél. Párszor. Melyik Teslát kell vinni, ho? Szerinted mi néz ki úgy, mint egy Tesla? Nem értek a kocsikhoz. De első blikre az. Igó, meg foglak verni. Szia, ki van nyitva? Hello, oké. Okay. Ezek a rossz kínai mondatok, a terek nagyon gyöngyű. Ti lenyomtad a mindent. Be, dupla fék is jobbra-balra, hogyha rángatod, elszakad a kötél. Szerinted miért szakadt el állandóan? Meg fogok baszni. Majd beszartom a nevetést. Még egyszer csak Digo felkúrt idegileg. Szia, Abi. Csak ezt mondtam, hogy rádióz. Yeah. De megtetted, úgyhogy ügyes. Épp ma jöttem locsolni, nem akartam... mi? Épp ma jöttem locsolni, nem akartam kocolni. Törött a fék, lyukas és gumi. Mit ad nekem ma a nyuszi? Ja. De itt nincs egy bulos se, akit meglocsoljak. Miért kellett locsolóvásra tudnom? Azért, mert a szerelők azt kérik, hogy mondj nekik egy szép locsolóvás. Na. Sivatagban él a teve, tele van a tökeleve, meglocsollak mostan vele. Ez nagyon szép volt. Köszönöm. Bemusztam. Piros tojás, Lira, nyuszi, remélem, hogy nem vagy. Buzi? Fúj. Miért kell buzi vagy? Mondani? Én nem vagyok meleg. Nem mutatom a placot. Nem meleg lennék, akkor se szégyálném. Csak nem vagyok az, mert imádom a puncit. Te tegnap? Igen. Ha? Tegnap megfogtam egy cickot, tegnap. Csak mondom, meg smároltunk. Úristenem. Ja, tényleg. Szerinted? Nem tudom. Nem emlékszel, kivel találkoztam tegnap? Megütsz, aztán megütlek, akkor te eltűnsz, és el is tűntél. A Ramonával. És akkor bepótoljuk. Hanem Paliával. Nem, már nincsen. Az egy ilyen csapatjátékos? Ki lett baszva? Aha. Épp azért hívtam el tegnap randizni. Az a csaj nem egy csapatjátékos? Csak szóval. Meg gondolod, leszbikus? Nem. Csapatjátékos. Csapatjátékos. Nem vágom. Ezt én sem értem. Többen olyan, szeretném. Olyan, mint hogyha... Micsoda? Milyen izé, gruppen szexes, vagy mi? Nem, amikor... Hát majdnem. Csak amikor sok fele jár. Köszönöm. Ja. Sok mindenki átment rajta. Hát én nem vagyok puncir így. Tehetleg szerelés. Erre nem... Hát most, hogy mondanám, hogy a raptorra is jól jönnek. Mit érdekel most őszintén, baszki? Hát ez olyan, mint hogyha... Azért, mert én ezek egy jó hamburgert, azt mondanám, hogy más nem ehet hamburgert. Más is jól lakad, csak én is lakok jó. El ne üts az ember. De búra, ja, jó, biztos jól van, nem írt azóta. Meg tudtuk csinálni az Audit? Nem, azt tudom, hol van az Audi. Ott volt egy platóson. Csak nem jött vissza az a szerelő. Csak nem mondd el a Sasnak, meg a Izének, meg a Manónak, mert akkor mérgezők lesznek. Mit? De miért nem? Hát, miért? Mert a Manónak a izé apukájával kavart, meg a tesójával aztán. Yes. Mi? Ja, tegnap smároltam a izével, Romival. Anyám. Meg megfogtam a cickóját. Megfogod az enyémet is? Cickómat nem, meg akarod? Nem mozgat, papucs. Szia. De hogyha ez ilyen főnöki utasítás volt, megfogom. Jó van, ügyes vagy, Digo. Köszönöm. Mit csinál még egyszer? A Tesla ki. Még. Akkor egy szép versikét kérek. Digo? Épp ma jöttem locsolni, nem akartam kocolni. Törött a fék, lyukas gumi, mit ad nekem a nyuszi? Oké, okay. Elfogadom. Rendben. Viszom is. Bedobjunk a óceánba, amúgy, hogy azért hiteles legyen? Micsoda? Mi? Nem. Már tudok ezt mondom, bedobjunk a vízbe, hogy hiteles legyen? Nem. Jó, az így. Jön valaki jó. Haza? Mindjárt megyünk majd. Megnézem Iván. Ja. Oké. Okay. Megnéz Iván? Milyen Iván? Mindenki is majd megy valami másik locsolóversét kérlek. Ja. Igen, igen. Én meg én?
te meg te. Ez most neked kell mondanod, papucs, nem? Nem, mondjál már neki egy locsoló verset. Nem rossz, hogy minden Teslát húzni. Mondhassa bárki, csak legyen egy. Zöld erdőbe jártam, berúgtam is. Nem. Okay. Nincs benne zöld erdő. Zöld erdő, meg a tojás, az már nem játszik. Aha. Sivatagban él a teve, tere van a tökeleve, meglocsolhatlak kevele. Mert hol vagy? Ja, nem. Elfogadom. Nagyon nagy volt a csend, és hirtelen lett. De nem csinálhatod. Olyankor gyanús szokott lenni. Ja, nem, minden oké. Minden a legnagyobb rendben. Á, ez Bagavanter, ez jó. Az Audinak gatya. Bár. Nyuszi meg mindjárt válaszol a besének, ennyi. Kijött a Dunai. És ilyenkor ingyen van a szerelés egyébként egy locsoló verseny. Ez kedves tőlük. Öngyulladós volt? Így van. Szerintem rá volt erősítve valami szerkezet, amit kigyulladt a faszba. Szia, Winrib. Hogy mindenhol ez Winnie a kurva cetli. Persze, meg kell kérdezni, hogy az a... Van az énél is. Azt égtelepen, vagy mi? Ez egy izgalmas nap volt a mai. Én azt hittem megölnek, de szerencsére nem öltek meg. Ez meg mondjuk valahol pozitív. Meg a mi placunk a végén. Jöjjön előtt. Ez engem érdekelne, ugye, mert ha onnan a faszból tudja, hogy hol van a placunk, de hát ugye... Igen. Én megkérdezem. Nem dolgozik senki nálunk a mehánál? Nem. Senki sem alacsonyított rá addig. Miért szar az a hely? Aha. De miért szerelünk náluk? De senki nem szeretne. Csak hogyha nincs más, akkor muszáj. Ja, értem. Persze, szerintem már boldog-boldog talán tudja, mert... Húúúúú, jó van! Megfogta. Zubi, vagyok végig. Volt a fennforgás. Kicsikli. Jó. Addig jó, míg nem motor. Ójjajjajjajjajj! Au! Digo, miért fogdassad a kéziféket, te hülye? Én nem fogtam a kéziféket! De fogtam. Nem is tudom, be van gipszelve a kezem, ne hazudjál! Persze! Ez az udás. Máskor óvatosan! Én óvatos vagyok mindig. És ezt mondtam a Digónak. Az udás. A kőbányai... Tessék? 95. Szép napot, mivel segítetek? Ja, semmiben. Jaj, hozzá. Akkor tehát... Azt mondtad, hogy semmiben hozzá. Nem mondtam. Jó, akkor gyere vissza. De keci vagy. Igen? Nem te, ő. Ja? Jól. Tetszik a sisakot. Nem néz ki. Próbálj csajozni. Próbálj csajozni a gyerek. Ezt csajozzik. De te kinek ember kész Nem, azt mondtam, hogy csak próbálsz. Csajozni nem így kell, de majd egyszer megtanulod. Hát... Van rá egy még időm. Na. Ki az? Halló. Szia. Hello. Igen, azt hiszem, hogy neki köszönök, hogy hülye rendőr, kicsit. Aki el akarja segíteni. Az itt a rendőr, hogy hogy... És nem tudom, mert az egyik blácos jött ide elvileg, hogy van egy blácos, Szerkóban levő srác, fekete kocsival, elvileg lepakolgat, gyakorlatilag ide jött egy srác, fekete kocsiban, blácos Szerkóban. Akkor lehet, hogy önirónia volt, nem? Elkapjuk viccből. Elkapatjátok egy fekete merga. Merga? A fekete kielemerci. Én eludáltam. Ja? Fekete merga. Berkizd meg. Megberkizem a rendőrt, biztos, hogy... Meg hátkorul megnézem. Ott az orlop, geci, mi a fasz? Mi? Hátra néztem, megláttam az orló. Ja? És az egy fasz? Hát nem, orrom az jó fel. Akkor jó. Fúj, Blácz, fúj! Azt a kurva rajtuk volna egyszer, biztos. Hát, Geci, hogy hazáig követ a rendőr, bazd meg! Ja. Ját, tetszel neki. Megrendelod, keresünk. Megöljük. Aki ott volt, na hát. Az igen. Jó leszek a trónom. Csak gondoltam, hogy ha a Nyuszi a főnök, akkor Nyusz is vert, hát ha... Digo cuki lesz, ó értem. Próbálod egyengetni az utamat, mi? Az azt...
Mi a fal? Oh. Na most kiszállok és fejbe rövöm, bazd meg. Oh. Jaj, a törött kezem. Oh. Valami húzott szemű, ez is bazd meg, hogy ez így kamikáze. Csankincsünk. Gyorsan hú. Kicsipogott rádióba. Jaj. Jaj. Lehet, hogy egy kicsit bekakáltam. De így... Szívissza! Jó, ráülök, összeszorítom, hát a beszívja a seg. Jó. Gecsi, hogy a placunknál járőrözik, ez a gecsis... Nem mondom végig, de... Tudják, kis macska kutya rúgja meg. Igen, az. Bocsánat, csúnyák hölgök. Semmi baj, tudom, hogy fáj a fogad. Szép napot. Nagyon fáj a fogad. Jó mentő! Balesetet szenvedtünk! Csúsztunk egy fán, biztos. Meghaltunk. Most megölöm, elkapom. Elkapom, baszd meg. Hagy a kést. Van nála fegyver. Öld meg, pusztítsd el. Van, Deren, van. Megölöm, megölöm. Gyere ide. 2000 van. Faszos, hogy történt. Jó, mindjárt megyek, azt beszélünk róla, jó? Jó. Nekünk jött ez az ember, nagy erőkkel gázolt belénk. A mi sávunkba. Jó éjszakát, fiúk. Mondanám, hogy szép, de nem szép. Nagyon fáj. Lehet hívva a mentő? Remélem. Kértem az urat, hogy hívjon mentő. Kösz már. Jó ét, én is alszok, hello. Jó hát én nem sokat tudok adni, de... Ennyit tudok. Jó, nagyon a szép. Esetleges segít. Jaj, minden segít. Szólok szerelőnek és már milyen kedves magától. Ú, köszönöm. Jaj. Be is rögzítem a gipszelt kezemet. Jaj, köszönöm szépen, kisasszó. A jó Isten adja meg magának 10 000 sző. Inkább csak hívom a szerelőt is. Jaj. Ön jól van? Nem. Jól vagytok? Nem. És mit csinálsz? Márolsz vele? Mentők el... Tessék, várja. Neked is adok. Ops, kaptam egy köcsét. Nem sok, de hát a segít. Én is kaptam, igen. Szépen fel... Tessék. Nagyon szépen köszönjük. Ezek a mocskos Ferrari-sok azt hiszik, mindent lehet. Pi, gyere majd a Stéklac, jó? Ez Porsche, uram. Hát, nekem minden szar autó, ami nem BMW, ne haragudjon. Kell még? Amit tudom, hogy esetleg. Rokira, rokira, rokira. De mentő, majd szerintem ilyen úgy, hogy szerintem lehet. Megkötöttem a fejemet. Köszönjük. Jó, Oli, nem látsz az emet, hogy tényleg amikázézni. Nem tudom, van egy kis frontinó. Ha esetleg a segít. Hát, eszel fogadom, de... Mi kell repülni a szembesávba, Igen, miért kell jönni szembesávba? Szia, neked is jó éjszakát kívánok. Louis. Tessék, Ren, hát, amúgy is van 5%-kel. Egy másodperc is ott de vagyok. De csak 25, ez most 100% lesz. Összetőtte az autónkkal. Na, akkor kettő most jöttünk ki a szerelőtől, azt már totál ká. Tek jó. Ezt megbeszéljük a mentő útra. Itt tud lefejni Mátédeket? Jönnek a mentő? Igen. Igen, köszönjük szépen, kisasszony. Rendben, vigyázzatok magatokra, sziasztok. Igyekszünk, de remélem semmit. Jó, pöcsöm. Tényleg jönnek a mentők egyébként? Nem tudom. Én sem tudom, ott volt egy faszi, azt mondta, így mentőt, de úgy nézett ki, mint egy fasz. Csipogok. Jó. Az az Zipo. Megtámasztom itt az autót. Nem kell megpaszni, Jogi. És miért jöttél át szembesába, Pali? Jaj. Nem tudom. Ne kérdezz. De miért? Bazd meg, mi? Ne kussolj már te! Ne magyarázz már, nem látod, hogy balesetet szenvedtünk? Ez egy baleseti helyszín! Hiak rendőt! Faszparaszt, el ne üssed ott a ne! Ja, csak magyarázok neki ezt azért. Mit akartál? Be akartál jönni a lábam közétek is valami? Amúgy nincs is mentős, lehet most jut a szembe. Igen? Na, szopás. Csumi! Sziasztok! Csó! Papucs vezetett! Kusszolj már, bacsak! Te is mész! Szeretném már kimondani azt én is, hogy jó ét! Jó ét! Boldog karácsonyt!
Jó van, megyek hát, jó. Már, na nem állok már. Hát elég kukasságoknak. Hívok gasztékost fel. Ilyen, fa. De az már megint kell egy kurva vers. Keresd már egyet, egy nagyon jót. Ja, a Csutapesten vezetek, ezért sosem nevettek, mert mindig jön egy fasz, aki szembe lesz, a telebasz. Tudod, a az kis jó? Bejáró, gazdasági bejáró. Szabadon a csomagé. Jó lesz, csak egyezd meg. El fognak ütni minket ezek a... Na most nem emlékszem rá. Most küldöttem, majd küldök egy újra. Már magam sem tudom, mit beszélek. Digo nem durra rá minden csajra, mint Feri. Szomorú, ez veszélyes. Mi Feri mindegyikre rá durrant? Milia Feri! Milia kisasszony, nagyon szépen köszönöm a rédet, és üdvözlök minden kedves Milia nézőt. Sziasztok, fiúk, lányok! Mi jót játszottok? Remélem valami jó horror játékot játszottatok a hölgyem. Nekem is most éppen egy jó horrorra fáj már a fogam. Csak még nem döntöttem el, hogy mi legyen az. Hát végig kéne vinni az LMV2-t. Azon gondolkozom néha, hogy meg kéne vásárolni. Demonologist-tel játszott. Ó, az király, ez nagyon jó kis játék. Pont a mai nap beszéltünk róla, a Demonologist-tal. Csak nem jutott eszembe a neve, de pont arra beszéltünk, hogy valamikor megint kéne játszani azzal a játékkal, ami olyan, mint a izé, olyan, mint a fazmofóbia, csak nem az. Igen. Mert úgy jön, kitolja alól. Mit csinálsz? Ne fogdoss rá! Én nem vagyok olyan. Jó, most szépen ide jövök, és lelöklek majd, jó? Ne lökjél le! Ne lökjél le! Meg akarsz halni, köcsök? Csudapesten sokan nyuszi, meglocsolok, ne légy buzi! Megálltam, nem löktél le. Lelökjelek, te köcsök. Lelökjelek. Úgy sem ehhez, szét bombázlak. Jaj! Áó! Nesze a gipszemmel! Jó lesz, a gipszel ütnek! Áó! Megütöttél egy izét, megipszőt! Milyen dolog ez? Bántaná egy izét, nyomorékot! Ezek halljanak meg. Jó, meg is halok nagyon fáj! Jaj, a kezem! Vagy egy jó Outlast 2. Outlast 2-t azt már végigvittük. Olyat nem szeretnék játszani, amit már végigvittük. Az Outlast-nek az új játékával játszanék, még a... Maguk nem barátok? Trial. Nem. Jaj. Csak cigányok vagyunk. Elnézést, beájultam. Mi van? Jó vagy? Voltam már jobba. Eltőtt a kezem. Kiütöttél, mint a szal. Scorn? Az is játszottunk. Kész még? Nem kérd. Szeló, nagyon szépen köszönöm a szubgitet. Ne feszüljél rám a kítleg. Na gyere. Szeretnéd, he? Na, box. Na gyere, gyere. Nem, be van gipszelő a kezem, így is széttörtem már. Az még jobb ma. Mondjuk a jobb az nincs, nézd. Látod, hogy nincs begipszelő a kezem? A jobb az nincs. Jó, ne haragudjon, Jakob úr! Kett! Bocs már! Bocs, véletlen volt. Megcsúsztam, azt levehetem neki egyet gipsző, azt ott maradt el. Én is. Te is levehetél egyet? Duplát kapott? Cegély. Remélem nem halt meg. Ed be van, Jackson úr. Áó! Miért bántod a sérültet, te? Nem akartam. Nagyon fá. Nem akartam. Magipszelték be a kezemet, aztán kiütő kétsző! Vagy most megjelent Alone in the Dark? Jó, vagy az jó, arra nem is hallottam. Alone in the Dark, arra lehet, hogy rárepülj. Jó, gecó. Jó, hogy tudom. Az meg. Szép aztán. Gyere, Ropi, mert még itt százas nem tudom magamhoz venni. Jó, egy kis kábítószer mindig jó jön. Hogyha ezt hallotta, akkor nem hallotta. Jaj. Jó. Jó, csicska vagy, hogy dik. Hát, bazen, nem járok én gyúrni. Gyász. No fá. Érkezünk a szépnek? Szerintem nincs mentős, kiszoptuk a faszt.
Szerintem. És szerelő sincsen szerintem, mert azok is lesz szólnak. Elfogadta nekem. Igen, akkor jó van. Megnézem, mennyire árulják a sebbarró készletet a Yellow Pages-ön. Nehogy vegyél olyat. Mi? Mert ne vegyél olyat, felesleges. Igen, de hogyha nincs mentős. Ezt csak kicsit, akkor bemész, azt veszel, azt meg, megnyúl, segít rajtad az idéket. Ki? Az ügyeletes. Ja, van ügyeletes? Ó, most már csökken a közérzeti állapotom is, ajjaj. Valamiben meg kell valami. Neked valami, gyere, nyom fel. Szív fel. Nyom fel. Azaz. Itt vannak étünk. Kicsoda? Ez az. Nem tudom. Cső. Nem mondtam, hogy jöjjön. Csűztök. Elvisze a kóházba. Aha. Itt már lesz a szerencsés. A papucs meg... Szomorodjál meg! Halljál meg! Szomorodjál ki! Szállj meg! Szállj meg! Add meg egy kicsit a gördeszkára, próbálj meg! Nem lehet sajnos. Az a baj, hogy a köcsögök nem adnak rá. Három nap múlva kellett felőle! Jó, menjél, hogy visszaadom! Anyuszi! Nem. Menjetek el az izéhez! Nem lehet! Mit csinálsz be azért? Mert ezt csak rövid időre adhatom oda. Na jó, na szia! Tényleg ne vigyelni, akkor meg kell, hogy haj! Haj. Kell ugorni? Kell maguknak szerelő készlet. Ugorva lehet csak. Szerelő készlet? Hát ez maximum majd a pacskának. Ugord át az autót, ne legyél buzi. Ennyi. Ó, figyelj! Juhu! Miért ugrottam? Igen, én azt hittem, hogy megdöglik. Én is. Az lett volna a legfőbb, ha pont akkor jött volna egy kicsit. Igen. Ja, te még rádión vagy? Jó, ezt megveszem nice. Tőled. Hát hétfőtől van a városban. Majd megveszed onnan. Nem csak kerestem. Tudom, hogy szeretsz. Tudom, hogy szeretsz. Köszi. Add ide, nem akarlak ledöfni. De hogy engem úgy döfnél le. Nem. De döfnél engem. Az Isten lecsapna rád villámmal. Dehogy is. Szeretnek. Kellene még egy mondható. Nyalábold fel. Ja, akkor egy Hops. Kocsit is. Az Son Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy YouTube-on a harcosok szintjén támogat. Én kösz már. Visszaadod? Aha, viszont tessék. Ez nem az. Nem hazudó. Nem hazudó. Nem hazudó. Látom, hogy pacsira tartod a kezed. Tessék. Üljél bele, kösd a fára fő. Kérem vissza. Tessék, fiam. Na, adjál már, hogy szerezd már nekem egy ilyet. Persze. Majd apádnak, a bakancs listán beszerzem. Apádnak szerezd már egyet. Apámnak szereznek, de ő halott. Nekem. Jó. Szia, ezt kéne. Szóval nagyon szépen köszönöm, hatalmas Gigi. Köszi szépen, Bence. Szia Gyuri, szervusz. Mi értékes? Az a szar, amivel mentünk? Nem, ez ebbe a csomagtartóba. Ilyen nem nekem is van. Kurva nagy érték van. Igen? Mi van benne? Halott prosti. Az is. Igen? Milyen? Szőke, barna, vörös? Van mindenféle, vörös, barna, fekete. Kukac. Azt hittem elvisz a kóházba. Mindjárt megyünk oda is. Jó, ezt van. Ezt lerakom, ez nagy érték. Jaja. Tele van izében, mi? Menni, nagy kaliberre. Kiragad be ide. Tudom. Ropi bere. Tudd meg. Az igen, milyen jó hammeretek van. Boldog karácsony. Most hozom be, mert gecért. Ez enyém lenne. Hát tényleg az övé? Ahogy az övé. Ja. Csak izé. Slade elhozta a geci, azt nem nézi meg, hogy mi van a másik csomjában, mielőtt elviszi a kocsit. Ha az mondjuk hiba. Hát ettől meg terve voltam, hogy ott hagyom, ahol van. Akkor izéne, utána benéztem közben a csomagba. Hát ezt nem hagyjuk itt. Vagyunk te rendben. Mindjárt jövök. Ja, azt hittem hozzá egy cégést. Megyünk az Audi-val? Hát hozzá egy cégést, az cső. Ezt akartam kérni, mert olyan terem van egy kurva jó ötletem a Jim névre, ha módosítani. Summer religion, look how they all worship me. Nagyon buzik, hogy csak nyis ki. Ez nem BMW. Hát nem. Nem hozzá zártam be. Profi vagy. Nyomod, fasz. Úgy tudom, hogy ilyen nyomozós horror gép, tehát izgalmas lehet. Ránézünk majd Polárbi, megnézem, hogy izé G2-el mennyiért vesztegetik, meg ilyenek. És akkor lehet.
Á, nem annyira, én inkább BMW-ket szeretem, vagy ez inkább a drágább autókat, ez ilyen csóró gyerekek járnak ezekkel. Itt vagyok, még egy nyugodjál már lehet. Ez ilyen izélyen, van abbé, tudod? Olyanok, mint ezek a K-popperek, azok is, mint a Backstreet Boys-ak lenni, de egyik se a Backstreet Boys. Ja. Itt az elszín. Mondj egy bankszámlaszámot. Már is pillanat. Mindjárt, nem kell semmilyen számlaszám, nyugodjatok már le egy picit, bazd meg. Lehetünk, nem? Kösz már. Megyek én. Jaj. Te is meg vagy sérülve? A Hammert ketté fejeltem. Hammert kettét felejtett? Hú, hát ez azért fáj volt. Jó, hogy ész. A gázpedál nem berögött rá. Szerintem ez pont a mentős csaj. És az ügyelet is van, geci. Ó, hogy adjálsz. Csumi. Szép napot, ügyeletes úr. Lásson már, mert úgy vagyok, mint a szar. Ez megint drága kezelés lesz. Hát egy 20-as azért, az messze van a drágától. Ez lehetne egy kiló is. Mennyi? Mi? Egy kiló. Hát egy 20-asból megélek egy évig, már nem az, hogy az egy 20-asból. Egy 20-asból nem tudok bevásárolni. 20-asból meglakomázik a családom jelenleg. Igen, még milyen családja van, hogy egy 20-asból meglakomázik. Elég csórók vagyunk. Hát ez sem, na. És mit esznek? Száraz kenyere? Mondjuk a kenyér is drága. Hát dehogy is, dökkútba lejárunk. Dökkútba, e? Dökkút. Az jó. Ez a 20 000 az csak izére megy el. Son Bence, hálásan köszönöm a 10 YouTube csatorna tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a YouTube csatorna tagok között, új és visszatérőeket is. Köszönöm szépen, az egyik legjobb hely jelenleg, ahol támogatni tudtok a YouTube. Csumi. Nem tudom. Hello, hello. Jó, ez a magas sarkú kiemeli a táskád. Jó a felírás a táska. Figyelj meg! Azért az... Adja. Az mondjuk ott van. Look how they all worship me. Have to be good to be a good king. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Bence. Szép estét. Szép estét. Szép estet! Erőt egészséget, biztos uram! Ha egyik elt van, menjek veletek? Hogy adjam oda? Hogy adom oda neked? Hogy elekülj? KP-ba, bőröntbe. Is, 3, 2, 1, még sose használtam az ügyeletes orvos. Mindjárt kijelölök egy helyet, ahol találkozhatok. Jó vagy, tesó! Az igen. Figyelj, el kellene kulázni. Raminak kő majd dobni Digónak egy verset. Tudod, én húsvétkor kiszámomra kedves. Kölnitől napvégére te leszel majd nedves. Jó, és elment aludni, vagy mi? Kicsoda? Jó, elment. Egy gyors pisik, akit nyomunk. Look how they all worship me. Have to be good to be a good king. Újra kéne néznem ezt a izét is, ezt a musicalt. Ja, már már is jobb. Kicsúszott a medve. Annyi baj, ugye? Addig jó, még nem mutatjam. Hát egyébként igen, még nem kakiltam be szerencsére. Bár amikor kicsi voltam, biztos bekakultam, anyukám biztos mondta már. Hát azt akkor ki nem. Becsúszott a kuka kaki. Look how they are worship me. Meglökjük a Victoria. Á, itt nem szabad lökdösődni, nem? Nem, amúgy nem. Vigyázz, mert jönnek szembe, nehogy megkúrjon. Csaptam golfot és álltél 3 sávot szembe. Ja. Irányplac, aztán jó éjszakát? Nem tudom. Dredd, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, Kicken! Kill the mutants! Purge the unclean!
a Warhammer Bulls. Meg kéne néznem, hogy Warhammer TV-n jött-e új animáció. Az a baj, olyan ritkán raknak ki. Nagyon szeretem. Meg össze kéne rakni lassan a izét. A Blackbird Scrawlert. Úgy emlékszem, mintha leállítottam volna a motorját, amit rohangyom. Én is úgy emléktem, de lehet, hogy valaki itt volt, az meg. Itt vagy? Az igen. Ez már emlékszem. Megyek, ledőlök. Hát szerintem itt felmegyek, ja, azt ledőlök, csucsukálok egy kicsit, mert elfáradtam, sok volt az akció. Hát mondjuk neked igen sok volt. Igen, igen, leestem itt a tetőről és eltörtem a kezemet, megműtötték. Mindenben van gipsz, beraboltak, meg akartak ülni, meg minden. Aztán mostan kamikázéztunk. Hát de azért, ezek nyomorékok voltak amúgy. Kik? Akik elraboltak téged. Mi voltak nyomorékok? Hát mert olyan hülyeségeket hazudoztak. Mit hazudtak? Azt mondja a főni csaj, aki a BMW-vel volt. Aha. Rálőttünk. Körbe se álltuk, csak rálőttünk. Aha. Négyen álltuk körbe, és ő úgy döntött, hogy elmegy közülünk, amikor körbe zártuk. Rá is lőttem egyet. Mondtam is, hogy én lőttem rá. Régiósona volt egyébként. Bánja a faszát, most a sötétített BMW-be, Geci se látta, hogy milyen suna ő benne. Ja, az nem. Úgy meg még inkább ki kellett volna, hogy elvigyük túsznak. Ja. Az baj, az meg akkor bejöttél volna te. Ezért kertem idejére. Jó, annak kint. Túlszul ejtett külön. Nem kell aludni. Ja, bocsi. Na jó, tényleg. Visszak át neked. Jó hét. Digo lefekszik csukálni. Sziasztok! Szevasz, Digo. Jó hét. Fiúk, lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozunk legközelebb holnap. A holnapi nap a déli stream az el lesz csúsztatva, mert jön a kertész, és fát fog vágni meg dolgok, szóval nem akkor fogunk majd streamelni. Valószínűleg 4 óra környékén fogunk kezdeni, de meglátjuk. Egy biztos, hogy 6 és 8 között várhatóan TFT-zni fogunk, méghozzá hatalmas nagy komámmal, Brozillával fogunk játszani, és belevetjük magunkat a set 11-be, megnézzük, hogy az ő segedelmével mire fogunk pontosan jutni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatásaitokat, és köszönöm szépen a Rédet és Miria kisasszonynak. Remélem, egyszer majd tudunk találkozni, mert rég nem láttam. És Dark Freedom Warhammer Age of Sigmar néven lesz majd elméletileg új Warhammer film? Hát, egyelőre kétlem, de úgy legyen. A Age of Sigmarból volt fenn most sorozat, azt végig is néztem. De most egy idején nem hallottam, hogy lenne bármi új. Kiderül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha nem találkoznánk holnap, akkor egy csodálatos, varázslatos, gyönyörű hétvégétek legyen, ünnepeljétek meg jól a húsvétot, és mondanám, hogy hétfőn, de szerintem kedden fogunk találkozni. Hogyha hétfőn lesz stream, akkor rövidített stream lesz, hiszen pihenés van. Pihenés van, családozás van. Csokoltatok mindenkit, sziasztok!